Csókolom, jó reggel, délelőttet, mit tudom én, mit kívánok mindenkinek. A helyzet az, hogy ez egy spanyol inkvizíció, ez itt az. Ugyanis az van, hogy lett egy olyan szombat, amikor sajnos szegény vicca dolgozik, mert ugye neki minden második héten van egy szombatja, ami helyett természetesen kap egy másik napot, de hát ez most éppen az. És úgy volt, hogy nekem is van egy csomó munkám, ami kiderült, hogy rajtam kívülálló okok miatt csúszik, és gondoltam, hogy jó, akkor elmegyek, mit tudom én, csak úgy mászkálni a városba, hiszen végre rám szakadt egy adag szabadidő, viszont jó, most éppen kezd kiderülni az ég, de egész idáig ilyen monszonszerű eső volt, tehát valószínűleg nem ez lesz a parkban fetrengős napok csúcsa. Viszont lehet, hogy mindjárt be fogom csukni az ablakot, mert most, hogy jön át az eső, kijöttek a visítós kisgyerekek. Na mindegy. És az van, hogy éppen ezért úgy gondoltam, hogy hát akkor játszanék valamit. Na de ha egyszer játszom valamit, akkor miért ne kapcsoljam be a streamet, hogy közben szívemnek kedves emberekkel beszélgessek. Igaz? Igaz. Na, szóval éppen ezért akkor most azt hiszem, hogy van ez a Stranded Deep című játék, amit én már egyszer kipróbáltam, ez még mindig ilyen korai hozzáférésű cucc. Aha, most csukom be az ablakot, mert kihozták az ordítómabát. Szóval, hogy ezt én kipróbáltam még nagyon-nagyon-nagyon az elején, amikor még csak pár funkció élt benne. Ígéretes volt, de azért nem volt annyira nagyon... Tehát még nem fogott meg annyira, csak láttam, hogy ebből lehet valami jó. És azt láttam, hogy most kijött egy-két frissítés, mióta nem figyeltem, és gondoltam, hát akkor megnézem, hogy mit tud, és hát miért ne. Szóval ez következik most, és akkor gyorsan be is köszönnék azoknak, akik már szövegben is beköszöntek a chatnek, például az Instára gyönyörű virágokat posztoló Beth, szia, spanyol inkvizíció ez, így van, mert senki nem számított rá, én sem. Aztán akkor itt van a Márvinyó, úgy érzem, a német reklámok néhány fokkal betegebbek, mint a magyarok, pedig az utóbbi se kutya, hát nem nézem őket, sem magyarokat, sem németeket, tehát nem tudom, hogy milyenek. Szia Nordil, szia Norton, szia Kokola, itt is jó kis eső van, ajjaj. Szia Pészkén, szia Arkham, szia Nifona, Lurking, oké, sziasztok drága emberek. Az van, hogy akkor én most így neki kezdek ennek a Stranded Deep dolognak. Ugye ez is, mint sok másik túlélő játék, ez a megyünk a repülőn, azt lezuhanunk, aztán akkor majd valami lesz. Elvileg egyébként lehet kópban is játszani. Tehát, ha véletlenül valakinek megvan a játék, akkor szóljon, azt legfeljebb elkezdjük kópolni. Nekem ez izén van, mi az... Epiken van meg, de úgy tudom, hogy Steamen is van. És hát így ez. Megnézem, milyen optionsök vannak. Optionsök, érted? Többes-többes szám. Van Ocean Motion Sickness Effect. Languages, English, Station Tutorial, lehet, igen, First Person, jó. Hát ilyen, graphics, na mit mondasz, jó. Color profile natural, mi van még? Vibrant, natural vagy vibrant? Legyen natural, persze. Nem tudom, hogy mennyire fogja bírni a gép, tehát fogalmam sincs. Jó, legyen az, hogy persze. Jó, a musicot azt le lehet venni a tüdőbe. Macskák, megőrültetek? Igen. Input, igen, nem tudom mi ez, majd rájövök. Controller nincs, jó, oké. Player van, nem lehet átnevezni. Jó, hát akkor play, gyerekek, hát nézzük meg. Igen, itt valószínűleg megpróbálja folytatni azt a játékot, amit még a leges-leges legkorábbi Early Access verzióba indultam el, vagy indítottam el, de hát akkor azt nem fogom, hiszen már egyrészt nem is emlékszem rá, hogy mit kellett csinálni. Na, World, Existing vagy Random? Random, legyen Random. Mode, Single Player most, Difficulty... Hát az Invincible nem akarok. Mondom, Cisza elkísért minket, mert a temető olyan aranyos volt, hanem rászort egy sírre. Oh, nice.
Legyek inkább csajmi, hát nehogy már egy fickót nézegessek állandóan. Permadeath azért ne legyen, ha kérhetem. Jó, hát akkor... Gettingeljünk a fuckba out, ahogy ezt a művelt francia mondaná, ha tudna más nyelveken. Na, Jaj, bodzaszörpike jó. Na, oké. Szurvivális kalandot elkezdünk. Loading scene. Vajon mi lesz? Eléggé luxik a kis magángépen ülünk, azért ezt így nagyon lássuk be. Kicsit messze van a kompútor. Opszi, te most már mindegy is. Hopp, kicsit hangos a játék, igaz? Mindjárt kialatta hozok, azt megoldom. Splött. Nem biztos hangos? És a játékhoz képest hallani, amit mondok, meg ilyesen nálam egy kicsit úgy tűnik, hogy... Upszi! Dolgok nem jók. Ott egy life raft, igen. Upszi! Igen. Oké, mindjárt egy picit lejjebb veszem, csak most nem tudtam kialtabozni. Igen. Day one. Közben a macskák megőrültek, de ez nem probléma. Na, here I am. Nem tudok éppen simbetett kézzel. Mi történt? Hát mi történt, kedves? Hopp, egy cápa. Az... Sea Anchor Rough Storage Tab. Backpack. Rations. Pompous Bandage. Jó. Padd le. Úgy érzem, menjünk ki a szigetre, gondolom. Hüvelygyulladás. Jaj, az nem finom. Az ugye nekem is szokott lenni egyrészt ugye a sok gépelés, meg a tehát zongora, a gitár, stb. Az ugye szintén szétszedés, nem egy jó dolog. Na, így a padlét visszarakom, Sea Anchor-t deployoltam. Ó, itt nem lehet deployolni. Mert túl... Jó. Jó, és most hogy mászom vissza? Jó, így. Jó. Na most, de hogyha nem tudom itt leankorolni, akkor el fog menni. Szia, Bottaster! Próbáljuk meg föltolni a partra. Na hát akkor operáljunk. Na, így most föltoltuk szépen a partra. Jó. Most remélem, hogy nem fogja elvinni a víz. Ilyen kis divatos cipőcském van, figyelen. Na, rock. Ja, Jesszusom, most ezzel mit csináltam? Húzom ki a partra, igen. De most itt van ez a kő a kezemben. Most akkor... Ja, értem. Empty hands. Jó, és akkor... Ó,
hogy dolgokat lehet draggelni. Drag queen. I am the drag queen now. Na jó. Vegyem fel a resource-okat, amiket találok. Az fura, hogy amit fölvesz, rögtön tartogatni is akarja a kis kezében. Fikuszfa! Fikusz cookies! Wood stick! Akkor drag queen, ha nagyon szállni, hogy I want to break free. I want to break free! Ajuga növény. Bármi is az ajuga növény, azt én most fölvettem. Ott egy kráb. És ezt is tudom úgy csinálni, hogy ilyenkor elteszem a hátizságot. Jó, vannak azért ilyen fura dolgok azért a játékokban, hogy mi minden fér el a kezemben és mi nem. Emlékezni, hogy az árapár nincs lemodellezve. Hát igen, azt mondja, megnézzük. Egy stone toolt kell craftolni, azt mondja a tutoriálé. És hogy akkor nyomjuk egy C-t, nem nagyon megyek el a hajótól viszont akkor, mert... Vagy hajót egy csónaktól, mert ki tudja, hogy mi lesz azzal. De itt van egy csomó minden a távolban, például másik sziget, meg romok, meg ilyesmi. Na, szóval C. Úgyis mint craft, stone tool. Már is van egy stone toolunk. Na most, azt mondja, hogy highlightoljuk a refine knife recipe-t, és a jobb egérgombbal megpinneljük. Ja nem, az a C. Refine knife. Igen, right mouse button. Ja, és akkor látom, hogy mi kell hozzá. Értem. Ahhoz kell egyrészt ilyen kötél, meg kindling. Kötélhez meg lashing kell. Azt valami innen szerzek, nem. Mit csinálsz, makika? Itt van mellettem makika, nem tudom, látjátok-e? Kis makidisznó, aki egész ideig ordított, hogy vele játszani kell. Na, nézzük, ez saplingból jön. Jó, nem. Sziszamisza bizony. Na, nagyon sziszamisza. De fibrous leal. Nagyon Valheim zene. Igen. Bézé, az vagyok én. Igen. Nagyon Valheim zene. Egyébként kicsit igen, tényleg. Na, szedj. Lett dinnye? Nem, délután megyek vásárolni. Az óvóba esőben nem akartam valahogy. De... Délután elmegyek a billába, és múltkor láttam a billában dinnyét. Tehát késsel billával fogok el... na jó, nem. De szóval lesz dinnye mindenképpen. Na, akkor csinálunk kötélt. És akkor minden van a finomított késhez. Nagyon jó. Na most, van nekünk Survival Watch-unk, úristen, nézd csak! Survival Watch mutatja, hogy mennyi a... Oké... Okay. Statokat meg skilleket is mutatja, mit meg nem adtam volna egy ilyen óráért. Életerőm fasza, viszonylag jól lakott és nem tudom mi az SPF, gondolom a... Támosság. 6-80 kiló dinnyén. Hát figyelj, itt se olyan nagyon-nagyon ócsó. Kill a crab. Na. Azt gondolom, left control to crouch. Oké, akkor először is mondjuk persze keressünk egyet. Na itt egy crab. Megskinneltem. Jó. Óriási, óriási, hihetetlen. Na. 900 életem fél kilót, oh God. Na. Csináljunk akkor egy...
tábor tűzikét. Itt csinálom, hogy rálássak a csónakra. Tábortűz. A tábortűzhöz... Várjál, hol vannak itt ilyen tábor... Várjál? Itt van, fire. 4 darab izé kell hozzá, wood stick. Ez jó, az a kitűzős dolog egyébként, hogy... Így meg tudom nézni, hogy... I need to cool down. Hát, és örülök, basszus. Mivel néztem meg az orra? Ja, itt, aha. Az SPF. Mi az SPF? Van ilyen is, ez mit csinál? Aloe plant. Nagyon örülök. Itt német, igen, sejtettem. Akkor viszont csináljuk itt viszont a cooldown-t, mert hogy itt egy kicsit árnyék van. Na! Campfire, igen. Sun protection factor, na ilyen is van, behalok. Jó, kell egy kindlinget is csinálni. Ugye a kindling az az egy gyújtós. Ez is megvan. Light the campfire using the kindling és cook the crab meat. Jó. Second per frame. Jó. Oké, akkor hogy is itt ezzel. Jaj, 2 egérgombbal kell itt izé pütyörgetni a pütyörgetést, nagyon jó. Oké, és cook the crab meat. Nem akartam, jaj. Megeszed az aloét, akkor... Hát ezen nem újjon. Na nézzük. Ó, helyrejött az SPF-em, látjátok? Na. Kindlingem van még? Jó. Oké. Jó, és akkor ezt kell. Atacsoltam. De az meg gondolom nincs megcsinálva. És köszönöm szépen egyébként a tippet. Nyugodtan lehet backseatelni, tehát nem vagyok ez a hardcore arc. Aha. Opszi, leestem. Na még egyszer, azt akkor holdolni kell. Addig is. Jó. És itt véres a kislány, véres Alexandra. Eat the coconut with a refined knife. Várják közben ez, nem, ez még mindig sül. Jó, akkor azt gondolom el kell dobni. Ne, hogy tudom eldobni? Jaj, nem, nem úgy véres a csaj, nyugalom. Én értem, hogy hitteljem a Refine Knife-al, de hogyan, hogyha... Na mindegy, akkor leszedünk még egyet. Az meg mindig sima small crab meat. Várjál, mintha most... Cooked! Oké, okay, és ezt meg extingválom. Oké. Okay. It did not wait. Oké, okay, ezt akkor... Jó, azt mondja, nem esszük meg. Hogy lehet dolgokat eldobni? La 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 la. Nem D, mint drop. Mert az a vasd. Jó. Akkor keresünk még egy Q. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Na, akkor fogjuk a Refine the Knife-unkat. De miért nem tudok még asszignálni?
Drinkable coconut. Úristen. Micsoda dolgok. Flutty. Ott egy hal. Na, azt mondja, hogy jó, ezt... Ezt akkor viszont gyanítom, hogy kidobhatjuk a fenébe. X. Tehát leszünk szívesek csinálni egy baltát. Nem lehet tárolni benne vizet? Lehet. De most oda eldobtam, az ott most jól van. A baltához kell lashing, meg fa, meg ilyen stone tool. Akkor csináljunk stone toolt. Craftmanship, úristen, de jó. Fölleveleltük a craftmanshipünket, craftman hajó. Jó, akkor vágjunk ilyen nyavajákat, saplingot. Új, néhol van még sapling. Gyere, sapling. Úgy leváglak, hogy el se hiszed. Új, né. Macska, mi a tüdőt csinálsz? Jó. Még egy kell, azt hiszem. Az ott nem az. Aj, de sütik a nap. Ez mindjárt izé lesz, mindjárt késő lesz. Azt nem fogunk látni a szemünkkel. Na mindegy, ez megnézem, hogy ebből már... Igen, quick craft. Jó. És akkor már csak egy izé kell, egy bunkó. Az ott bunkó? Nem. Jaj, nem látok, nem tudom, hogy hol találok bunkót a sötétben. Én vagyok, azt tudom. De... Jaj... I need fa bunkó. Jaj, de sötét lett. Hát ez így nem nagyon effektív. Help! És csak akkor tudok sleepelni, hogyha van már sátram, vagy mi a túró. Basszus, de koszos a monitorom, le kéne pucolni. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy amíg itt este van, addig lepucolom a monitort. Egy momentum, csak semmit nem látok, mert hogy tükröződik a mindenféle szírszar a monitoron. És ezért el nekem meg egy ilyen jaj, de sötét van. Na. Mi a szar? Nem jön! Na jó. Akkor máshogy csináljuk. La regi de da papi papa. Jó van, így csináljuk. Mert hogy nem látunk lófüttyöt sem ezen a monitoron. Ilyenkor stream hagyul el. Arch enemy megy a háttérben. Az egy jó dolog. Melyik arch enemy? Régi, új, nénis, bácsis. Jól van, azt hiszem, hogy egy fokkal szebb a monitor, mint volt. Mondjuk, hogy Jézus vulvája, azt most így nézem, hogy azért az így egy elég erős felütés. Na, közben keressünk. Ó, itt egy bot. Igen, itt egy bot. Nagyon jó, nagyon köszönjük szépen. Akkor már is tudunk csinálni. Nem ezt akartam. Baltát. Nem tudjuk az inventory-ba tárolni. De hát most akkor fölvesszük. Ezen nem újon. És... Ez mi?
Jaj, de nevérek! Az engem bánt. Na, lenyomjuk ezt a pálmafát. De tudás van. Jó. És lecsopoljuk a leveleit. Szia, Evelyn, szia, szép szombatot neked is. Pan frondokat föl tudjuk szedni. Majd mindjárt reggel lesz, és akkor többet lehet látni, remélem legalábbis. Na, és akkor tudunk craftolni egy sheltert. Sok Batman. Nézd meg, tele van Batmannel a minden. Na, hogy craftoljunk sheltert? Azt mondja, hogy Machtkampf. Milyen szép szó, nem? Ahhoz még kell ilyen bigyó, meg olyan bigyó. Jó, akkor ezt is kitűzzük ide. És... akkor kell lashing. Ahhoz ez kell. Mennyi minden kell itt az építkezéshez? A gyerekek? Hát nem rock. Meg még kell bónakó. Hát ebben a setétben az íg egy adta világon semmit nem fogok látni ez a gyűjtögetéshez. De mindegy. Majd csak föl kell a nap. Tényleg megnézzük az órán, hogy mennyi az idő. 20:49. Akkor ez még eltart egy ideig. És az a baj, hogyha fölgyújtom a tüzet, az azért nem fog olyan nagyon sok mindent megvilágítani nekünk. Hát tök jó lenne, hogyha tudnánk itt vágni ilyen szírszart a izének. Várjál csak, lehet, hogy így tudunk. Na, várjál. Nem, mert nincs Elmo Fire. Igen. Hopp, igen, ez kell. Na, de ilyenből még kell sok. Igen, 4 darab kell ebből, szóval ez még lófütyi. Nem Life Raft. Az mi vagy? Ajuga plant. Tegyük föl, miért ne? Fikuszfa, nem kell. Hát így a sötétben azért az elég fikusz. De majd csak találunk valami növénytet. Jelentek, minden rendben, onnan lesz egy nagyon kedves hétfőn a szervezett beszélgetés. Nemrég publikált könyv kapcsán kerül megrendezésre, kedvenc magyar íromtól. Pár nap az esemény bekövetkezte után, a kötet első, második és egy kisorsai kerül. Azt jelenti, hogy a nevem a kalapban van, meg is nyertem az egyiket, ez jó magam boldogság, amit dolgot érzi. Ez tök jó! És ki az az író, ha szabad ezt így megkérdezni, hogy még több információval rendelkezzünk a témában, mert tök kíváncsi vagyok. Ki mit szeret, ki mit olvas, ki mit hallgat, ki mit néz. Kimi Räikkönen. Hát ez nem az. Lehet, hogy reggelig itt fogunk bóklászni a tök sötétben, de legalább egy woodsticket találtunk, az is kell majd, woodstockot. Na, adjatok még ilyen levágható szírszat, meg vajon ezek újra termelődnek? Egy idő után azért így kb. Levágok mindent itt ezéről, a szerencsétlen kis szigetről. Tudok még bármit csinálni? Egy ilyet tudok csinálni, nagyon jó, de nem tudom fölvenni, mert én a pejhet szeretem. Lyukkafa, oké. Mi kell még? Ja, még 3 ilyen bunkó kell. Tehát még valami, amit a marha könnyű észrevenni ebben a tök sötétben. Vagy ad olyan bunkót például, hogyha ezt földarabolom? Hát nézzük meg. Uh,
Igen, mert ebből most van egy darab. Hát... az egyelőre kicsit pointlessnek tűnik. Jó, akkor nem ez az, amit most keresünk. És kezd nem lenni helyünk. Jókem nagyon lassú volt meg, oh yes. Na. Legyen még valahol... bónakó. Várjál, lehet, hogy ez például, hogyha ilyet kivágok. Woodstick, ez az, woodstick még. Ó, és már tudok sheltert csinálni, gyerekek. Lyukasz nem van, hogy finn metalzajnodó. Lyukasz bármilyen finn bárki. Most megkeresem, hogy hol voltunk itt a parton, Dolly parton. Itt voltunk, jó. A Huskyfi író, Metropolis Media. Oké, okay, utána fogok nézni, mert nagyon kíváncsi vagyok. Azt mondja, hogy shelter. Aha. Legyél akkor te itt. Oké, okay, és sleep save. Hát akkor save-eljünk is egyet, meg sleep-eljünk is egyet. Fú! Meg is volt az a bizonyos mentés, de akkor mentek még egyre. Húzom ki magam, yes! Na, water still! Oké. Okay. Igen, nem árt, hogy legyen egy kis vízünk, de egyébként annak örülnék, hogyha mondjuk egyrészt lenne hátizsákunk, meg lenne... ki tudnék osztani dolgokat a gyors gombokra, de azt most nem hagyja. Jó. Water still. Mi kell ahhoz? Az nem az. Water still, ez az. Na, hát ahhoz sok minden kell azért. Ahhoz kell... ez mi? Coconut flask. Aztán ilyen, meg ilyen, meg ilyen, meg kő. Jó, azért ez beszerezhető. Egyrészt kókuszunk az ugye van. Ne veszítsük el a kókuszt. Tehát akkor próbáljunk meg coconut flasket csinálni. Tobi-san, csuda édes vagy, úristen, 23. hónapja, nagyon szépen köszönöm. Nos, egy ilyen túlbeltet csinálunk, mert ez lehetséges, hogy segít nekünk bizonyos dolgok elérésében. Aha, és ezek jó van, azért legalább az jó, hogy ezek újra termelődnek. Jó. Nagyon jó. Még ilyen. Fikuszfa most nem kő, fikuszfa nem kő. Kicsit össze-vissza rohangálok azért, de ezt hagyjuk is. Te mi vagy? És miért vagy te bármi? És ez mi? De érdekes dolgok. És mi van a hajón? Ne... rohangásszak össze-vissza, mint XYZ-ben a fájás. Na, keressünk még ilyen... mert ja, mi kell ehhez? Lévük Wilsonnak. Ja, sima. Ja, igen. Aha, ez még kell. Tök jó lenne például megtalálni azt a fát, amit, hogyha levagdalunk, akkor lesznek belőle ilyen levelek? De melyik az? Ez nem, a fikusz szintén nem. Lehet, hogy ez például... nem. Jaj! Adjatok levelet! És nézzük meg, hogy mit... kajás vagyok! Várjál, megeszem a izét! Megettem a rákhúsit. Hát egy picit jobb lett, viszont kurvára szomjas vagyok. Ó-ó. Ó-ó.
Na hol van még? Ott van Shapling. Jaj, de kényelmetlen így kézbe venni a dolgokat. Jó. Kókuszdióban volt itt a... Igen, mindjárt szépen megyek is. Kókuszdiót leverni. Jó. Bélizé, menjetek, nem, kérek, akarom. Jó. Ezt akkor ugye eldobom. Na, álljál már meg! Nézd oda! Jó. Melyik kell ez, ez a... Jó. Pikapolom. Kókusz. De ez empty, azt mondja. Ez is empty, de ez drinkable. Azaz. Bludgy. Jó. És akkor most hogy vagyunk? Hát egy picit lett jobb. Továbbra is ilyen szírszart kókusz helyett is... Ja. Na, kell nekem továbbra is ilyen levélbigyó. Ajuga plant. Örülök. Ezt meg lehet enni? Nem. Akkor nem érdekel. Hol van még valami leveles bizbasz? Fikuszfát hiába bántom ezzel, ami? Igen. Jaj. Hol van még leveles szírszar? Woodstick az kell, köszi. Na. Hát ez bajos. Lajos. A hajókon nem lehet valami jó cucc. Itt be lehet úszni. Nem lehet beúszni. A cápa az milyen mélységtől jön, mert nem akarok csúnya meglepetéseket. De miért nem? Elhörögj! Hát... Miért érzem, hogy... Nem ez lesz a megoldás arra, hogy dolgokat találjak. Level up physical, nagyon örülök. Nem feltétlenül erre vágytam, és tökre szomjas vagyok. Levél, adjatok levelet. Nem. Boys, there is problem. És mi van akkor, hogyha esetleg levágok ilyen fikuszfát, az nem dob olyan levelet? Nem, csak woodsticket. Ami szintén kell. Na mi kell az a... Igen, Markolja talált, azt múltkor követtem, és hát... Látjátok a... Nagyon fontos, hogy az ember milyen pszichológiai állapotban van, és mindenki azt mondja, hogy jó, menő zenekarban játszol, és minden adott neked, és ezért gazdag vagy, és híres, és igenis, akkor is lehet marhára nyomorútól érezni magát az embernek. Na, hát ez nem, egyre nem haladunk. Tehát kell olyan kókusznyavaja, amihez, de várjál, azt meg sem néztük, hogy hol van az, vagy mi kell ez a kókusznyavajához. Tehát miért nem látom eleve? Stone tool, mit tudom én, bobber. De miért? De várjál, most ezt nem is értem, hogy a Water Steel-nél azt mondja... Na, keressük ezt meg még egyszer. Hol van? Itt van Water Steel.
nem ez smoker, water still, és azt mondja, hogy coconut flask, de azt hogy csináljuk? Tehát nem találok coconut flasket a dolgok között. Nincs, de miért is itt lenne? Tehát, hogy hogy csinálok coconut flasket? Help! Az hook. Ez nem jó. Tehát konkrétan egy olyan dolgot kéne csinálnom a water stillhez, amit nem tudok. Coconut flask nem egy kókuszdő lyukkal. Nem, mert látod, tehát olyanom van, és ennek ellenére azt mondja, hogy az most nekem nincs. Ez a coconut flask, és ez bizony zavaró. És ha rákattintok, akkor nem mondja, hogy olyat hogy csináljak. Megnézem, hogy... És látod, ki se hozza, hogy én ilyet tudnék csinálni, tehát valami kell még hozzá. A Consumables-ben mutatja. Várj. És egy picit meg vagyok fittyenve. Ja, nem tudom le... Ne! Jó, egy kicsit meg vagyok én itt most borulva. Dolgokat rakjunk le. Mert nincs helyünk. Jó. Tehát a consumable... Broken into pieces, olyat lehet még vele csinálni. Aha, na akkor... Brókoljuk piece-ekre. Mondjuk ezzel? Hopp, aha. Coconut half. És ebből most mit lehet? Jó, hogy ez food. Nézd csak. Tudok coconut halfot enni. Mondjuk vízileg az még mindig elég bajos, Lajos. Tehát addig gyorsan ígyunk ezért. Ilyet, mert bajos lesz a vízellátásunk. Vízellátásunk. Jó. Glugy. Oké. Picit jobb. Na, de még mindig nem tudom, hogy hogy csinálunk. Véder nagy úr, szia! Jó, ezt is itt lerakjuk, akkor hát most még gyorsan behúzunk ilyen kókuszokat, legyen rendben a arca van a kókusznak, igen. Légy szíves, gurulj oda be minél jobban, hogy nehogy hozzá tudjak férni. Jó. Glugy. Jó, ez is megvolt. Na, továbbra sem tudom, hogy hogy a jó Istenbe csinálunk olyan a water stillhez olyan kókuszbigyót. Ígyunk még kókuszt, inkább legyen tele a kis pocakunk izével, vasszára. Drinkábilis kókusz. Oké. Nem ezt akartam, hanem pont eldobni. Így. Crafting menüből tovább lehet ugrani más menükre. Ja, hogy itt van a consumables. Jaj, nagyon, értem. És akkor ahhoz egy kötél kell, meg egy teljes kókusz. Jó. Fú, köszönöm szépen. Észre se vettem, hogy annak két oldala van. Need to cool down. Hát örülök, basszus, hogy mindig bajod van. Jó, akkor ezt megszereztük.
És akkor köl még egy kötél. Ahhoz viszont kell még egy ilyen növénylevél nyavaja, amit már az előbb se találtunk. Fókusznak két oldala van. Annyi cukor, értelek, de hát hol? Nincs sehol árnyék. Meg most esik az eső, tehát akkor most tökre cooldown van, nem? Nos. Lehetséges, hogy aludni kéne, és akkor kinő majd olyan növény, amit megint tudok levélérbe gyűjteni? Mert hát az a baj, itt az baromira hiányzik. Nincsen sehol. Most abban ott például van valami. Not even horse dick. Hát... Jaj, várjál! Itt, mint hogyha ebben a rough storage-ban tettek volna dolgok. Nem, olyan dolgok nincsenek, rations van. Hát... Sose horse dick. Tehát például, ugye mennyi az idő? 15 óra 20, és... akkor például, hogy a... kaja dolgunk rendben legyen. Ezt kivesszük szépen. És megkajálunk egy ilyet. Így, né. És akkor most nézzük meg. Rendben is lett. Kajánk is, vízünk is rendben lett. Jaj, de jó. Viszont ez a sunlight faktorunk, ez nem túlzottan jó. Visszarakok ide olyan dolgokat, ami nem kell most feltétlenül. De hogy tudok innen visszarakni dolgokat? Ugye, hogy jó kérdés? Így. Jó, azt hiszem ez a cloth se kell most. De nem tudom azt már visszarakni. Jó, mindegy. Akkor szerintem az lesz, most, hogy viszonylag jól laktam meg minden, és megpróbálok aludni egyet, egy szév után, csak éjszaka tudok. Ha persze! Jó. Könyörgöm, még egy olyan vigyó kéne, egy olyan kis növényke, hogy tudjak kötelet gyártani. Én köteles vagyok ilyet gyártani. És nincs. Na itt megint kim vagyok a napon, ez annyira nem jó. Itt meg gondolom nincs semmi ilyen, hiszen ez már itt a... Vízi nem tudom mi a szar. There's no kötél! És a pálmáról nem tudok levágni kötelet? Vagy... Mi van akkor, hogyha kivágok egy pálmafát, és megpróbálom a pálmafának a szírszarjait, úgymond leveleit szétaprítani. Na. Hát wood log most az nem kell. Jó, hát van ilyen pálmám, de a... most ezzel mi a jó Isten csináljak, édes barátom. Most komolyan. És hol van... Igen. Ebből meg palm frond lesz, az nem az kell nekem. Nyáh!
sose lesz így nekem kötelem, és még csak 5 óra van, tehát nem tudom megvárni azt, hogy újra termelődjön. Mi volt az? Yucca tree! Várj, lehet, hogy ez az? Lehet, hogy ez az, ami izét ad. Fibrous leaves! Igen, 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 igen! Ez az! Yucca fruit. Ez hol van? Jó. Na, akkor viszont megyünk gyártani a dolgokat. Tehát egyrészt kell az a kókusz nyavajatörés. Jó, csinálunk ilyen lashingot. Nagyon jó. Kókuszflaska. Óriási. És akkor még egy kötél kell. Amit nem tudunk csinálni, mert megint nincs izénk. Jesus Christ. Na. Viszont. Akkor egy sleep után talán most már tudunk aludni. Igen! És akkor ez azt jelenti, hogy talán, jó, most mondjuk lement a kajapiánk, de talán találunk növénykét, vagy még talán ott a lyukkánál lesz valahol, nincs már több, jaj, bőgök. Na, vagy lyukkát adjatok, gyerekek, vagy ilyen kis szmöty növényt. Ott van a szmöty növény! Igen, igen, igen. Nagyon jó. Jó, megyünk akkor vissza. Tök eltévedtem, hogy hol van a kis táborom. Jó, szia Thomas! Na, tehát akkor még kell egy kötél, és kell 3. Ja, nem tudok csinálni, mert azért, jó. Ja, még kell kötél, beszarok. Hát, vagy a kötélhez ilyen kis, hát. Gyerekek, hajótörötnek lenni nem seggig tejföl, de nem ám. Komolyan, itt keresgélem a hülye növényeket már. Vagy még egy szerencsétlen fikuszfát. Fika-fika. Grafika. Növényke. Mi ez a szombat délőtti hajótörés? Úgy volt, hogy ma dolgozom, és aztán mivel nem jött meg egy olyan... nem ez kell... Ja, nem fikuszt keresek, lyukkát, hülye vagyok. Szóval, hogy mivel nem jött meg hozzá az a hozzávaló a munkához, ami kell, éppen ezért nem tudom csinálni. Emellett pedig... jó, ezt mondják, kirakom. Emellett pedig egész eddig zuhogott az eső, és éppen ezért... azt sem... tehát nem tudtam elindulni sem sehova. Yucca fruit. Farming plotban tudok yuccát növelni. Hát nagyon jó, de nincs még farming plotom. Altissima fingus, igen, az is. Hát ez bizony... Jó. Ezt azért szedjük föl. Mit mondott? Miért mond ilyeneket a telefonom? Elkezdett tanítani arra, hogy RAW formátumban is fölveltek dolgokat, de ezt senki nem kérdezte. Jó, hát a palm frond az most kell a halálnak. És komolyan várjak még egy estét, amíg valami kinől. Chuck Noland. Ki az a Chuck Noland? Bocsánat, én teljesen egy műveletlen bunkó vagyok, és nem tudom, ki a Chuck Noland.
Gondolom a Nolan az az, hogy hajót örött, hiszen nem találja a földet. Oh shit fuck, please give me a kis növény. Csak egyetlen pici növény kell, nem kettetlen. Viszont mondjuk az is tény, hogy ugye ez ilyen... na jó. Azt is felvesszük. De az is elvesz egy egész helyet, ez nem jó. Pakoljunk ki. Két napot túléltem, de hát épp hogy gyerekek, mert ez nagyon nulla. Ja, hogy a karakter, aki a számkivetetben, igen. Egyébként abban a filmben nekem pont az hiányzott, hogy én ezt azért kezdtem el nézni a filmet, hogy tényleg átérezzem, hogy milyen ilyen számkivetetnek lenni. És a közepén van egy teljes törés annak a filmnek. Gyakorlatilag annyi történik, hogy itt az első film első egy órája, vagy mit, nem, a film első fél órája az, hogy hogyan jut el odáig, hogy hajótörött lesz. Majd a film következő egy órája az, hogy hajótörött, majd egyszer csak megmentik, és a film második órája meg az, hogy hát akkor most azért, hogyan alkalmazkodunk ahhoz, hogy megmentődtünk. És így én tökre egy olyan filmet vártam, ahol ő három órán keresztül tényleg, tehát nagyon sokáig azt mutatják be, hogy ő ott hogy alkalmazkodik, meg hogy él túl. Kivágok itt mindenfélét, mert én úgy néztem, hogy ezeknek a helyén nőnek új dolgok. De azért tök jó lenne persze, hogyha találnék ilyen kis növénykét. De hát ezen a szigeten itt járok itt körbe-körbe, azt nincs sehol semmi se. És ez az egyetlen lyukka volt itt. Hopp, ott valahol volt fibrous leaves, ez az. Nagyon jó. Ez az! Igen! Na. Now we're getting somewhere. És most gyakorlatilag már csak ez a nyavaja kell, és meg tudom építeni a water stilt. Jó, azt mondja, hogy így, és water still, tessék. Ja nem, három kő kell hozzá még. Ó, nyüffegy meg. Akkor bizonyos dolgokat addig el kell dobálni. Jó, ezt is eldobáljuk. Mit dobáljunk még el? Ezt is eldobáljuk. Meg akkor ezt is eldobáljuk. Jó, most már van három helyen? Van. Akkor vegyünk föl. Ja, itt vannak valahol a kövek. Egy, kettő, és még egyet keressünk valahol, itt biztos van. Az nincs annyira. Tessék, az is kő. Nagyszerű. Ez nekem kő, és akkor végre megépíthetjük a vízbigyókat. Vízbigyó, így van, le vízbigyó. Igen. És tegyünk bele fibrous leaves-t vagy palm frondot. Hát akkor palm frondot fogunk belerakni. Egy nagy palm fordulattal. Jó, azt például nem tudjuk fölvenni, mert ráraktuk. Hagy gratuláljak. Ügyes volt, de itt van egy csomó. Jó, és azt hol töltsük föl? Ja, hogy aha. Igen. Jó, és akkor visszatérthetem a számkivel. Igen, az egyébként igen. Az egyébként tényleg nem volt egy rossz film. Jó, és azzal mit kell ott csinálni lent? Azt be kell gyújtani, várjám. Vagy nem? Nem tudom, nem értem. Na mindegy. Jó, valami történik. Ez a lényeg. Addig viszont a kókuszokat megisszuk. Mert...
Mert abban legalább valami kicsi van. Glug. Azt itt eldobáljuk, másikat is megisszuk. Glug. És eldobáljuk. Nagyon jó. Ó, és tudtunk jönni. Craft a hammer. Oké, csináljunk egy kalapácsot. Hát miért ne csinálnánk kalapácsot? Egy szévet azért ez megér. Jó, nézzük meg, hogy hogy csinálunk mi kalapácsot. Kalapács ugye bárki, aki kalapokat ácsol. Természetesen ehhez is kell mindenféle, ami nincs. Tehát itt valószínűleg megint marhára várni kell arra, hogy bizonyos dolgok megteremjenek. Jó, hát ez továbbra is csomó nagyszerű dolgunk van, de pont az, ami a kötél készítéshez kell, az nincs. Meg kell várni, míg dolgok lesznek. És komolyan, addig mi a bütykös tüdőt csináljak? Addig összeszedek kavicsokat, mert az is kell. Kavics mondjuk, hát ez na hát úgy kavics, hogy kő, de értjük. Nekem kő. Jó. Szépen ide hozzuk. Azt lehelyezzük. Fú, ebből lett víz. Na, hogy állunk az erőforrásokkal? Kéne enni. De azt mondom, hogy talán kókuszdarabokat tudunk enni, igaz? És ahhoz az kell, hogy kicsit így megcsopoljuk. Igen. Így, és akkor felszedjük, és felszedjük. És back. Jó, ezt megettük, és ez mennyit javított? Hát nem sokat, de valamit. Akkor még szerintem ezt szétcsapjuk. Kő a kő, igen. Sötétedik. Jó. Megint jönnek a bátmányok. Ja, ez még nem bátmány, ez még hülyet nem tudok levadászni, hát ezt gondolom, hogyha rámegyek, akkor elrepül mi. Nem baj, eszünk kókuszt. Erre fogunk kókuszálni. Jó, Muti, jól van, egészen helyre jöttünk. Szerintem még, hát most úgyse tudunk mit csinálni, akkor még itt csinálunk kaját. Így né. Jó. Ezt eltesszük, ezt fölvesszük. Fölállunk, mert ezek szerint csak állva lehet enni. Ó! Jesszusom! Mi szarul lettem a kókusztól és beszartam? Hát ez mi? És nincs itt a szar? Nincs. Ja, Istenem, a játék, amiben befosunk. Jó, hát gyerekek, ilyet is meg kellett érnem streamer karakter, vagy pályafutásom alatt. Befosunk a kókusztól. No. Az, hogy gyűjti a vizet, ez egy nagyon jó dolog. Igazából hát várjuk azt, hogy legyen este, lehessen aludni menni. Addig itt rendet rakok konkrétan, hogy így ide hozom a dolgokat, és mindent lerakok a helyére, hogy I need to find water. Hát örülök, basszus, de ez hogy ment le? Ja, azért, mert dehidratálódtam a izétől? A fosástól? Hát ez kellemetlen. Hol van kókusz a fán? Ott van kókusz a fán.
Na, menjél oda. Menjél oda. De miért esel le a jó Isten verne hátba? Jó, nincs egy alacsonyabb kókusz. De itt van. Jó. Oh God. Kifele is fehér. Hát ez jó kérdés. Jó. Így, akkor ezt kilúggatjuk. Így, ne. Pliff, plaf, ez az drinkable coconut. Igen. Fölkelünk. Megisszuk. Eldobjuk. Oké, okay, örülünk. Hogy vagyunk? Hát ez se túlzottan, nem vagyok tele, de... Még valahol kókika, itt van egy kókika. Még kókika. Kókikóki. Itt is van, nagyon jó. Meg itt is van kókika, nagyon jó. Na, akkor ezeket is még gyorsan megisszuk. My name is Melissa, aki a kókuszt megissza. Jó. De ne guruljatok el, gyerekek, hát a jó istenit. Egy. Kettő. És a három. Nagyon jó. Fölszedi, fölszedi. Fölszedi. Megissza. Jó. Amikor átvált az empty-re, a drága. Na, nézzük. És megint, nem, a kókusz víztől is kip... Tehát a kókusz víztől is fosok. Ez kész. Jó, de legalább itt már lett víz. Jó. Fú! Na, durva ez! Macska közül úgy döntötte lesz Jordan Rudess. Ja, itt volt a izen? Édesem, állott volt a kókusz. Hát, ja. Oké. Okay. Na, igazából én az estét várom, hogy utána így kinőjenek dolgok, amit aztán le tudunk vagdalni, és akkor lesz belőle kötél. Szóval raktuk, ide raktuk a wood dolgokat. Ezt a plank scrapet egy kicsit arrébb rakjuk, legyen már rend. Úgyni. Nagyon jó. Most megint, I need to find water. Persze, hát hogyne. És itt meg nincs semmi lófül se. Jó, hát én most megvárom, amíg ebben lesz víz. Én most nem tudok mit csinálni. Mert hát hiszen... Na, legyél víz. 16:37 van, és aludni nem tudom. Csak még egy víz csinál. Ó, hát még ahhoz összeszedem a minden szart. Első pálmánál volt ilyen kis növény. Első pálm. Várjál, palm sapling, ez itt most kinőtt a földből. Yes, yes. Honnan jöttél, kis kukac? Honnan jöttél? Jó, itt lett víz, nagyon jó, oké. Tehát palm sapling, és akkor az első pálmánál még láttál ilyet. Melyik az első pálma? Ó, kinőnek ezek napközben is, nagyon jó. Ott is van, figyeld oda, hogy milyen jó ez. Úristen, ott is van. Úgy nézem, itt egyelőre kötél a szűk keresztmetszet. Jó, tehát hammert kell csinálni, hát hammer az nyár. A hammerhez pedig, jó, ezt kirakjuk ide, ahhoz kell egy gödél. És két, aha, jó, minden, majdnem, de minden van hozzá itt. Ezt a kókuszhalfot, ezt eldobom, mert ez kell a kutyának, már megint csak ezért rodálok tőle. Tehát kell hozzá egy ilyen bigyó, és két kő. Oké, és már is csinálhatom a crude hammert, nagyon jó. Oké, akkor wood foundation-t is leszek szíves csinálni. Hopp, víz. Nincs víz. Miért nincs víz? A
Aha, úgy nézem, hogy ez kell folyamatosan ahhoz, hogy termeljen vizet. Jó. Nos. Wood Foundation. Jó, azt mindig még mást nyomok. Azt mondja, hogy Wood Foundation, azt gondolom itt lesz. Vagy nem. Vagy csak én nem látom. Aha, itt vannak ezek. Hook, light hook, shelf, container, table, bed. Oké, akkor nem itt lesz. Nem. Hát. Jó, minden esetre elhúzunk aludni. Egy save, egy sleep. Tehát az a lényeg, I need to find water. Az tutira lesz most, igen, nagyon jó, örülök. Jó, és akkor most megint csináljunk mindenféle... Vagyam? Jó. Oké, adtunk neki fibrózist, nagyon örülök. Ezt miért nem oda dobod, ahol a többi van? Kösz. Na. Ismételten kötelet kell csinálnunk, állandóan kötelet kell csinálnunk. Komolyan mondom, lenne egy kötél cheat, én használnám. Robinson kurzor kalandjai, ugye, ha már egyszer komputeron játszok. A szerencsétlen egy darab lyukka az nem nőtt újra. Ott van! Hol a késem? Ja, itt van, csak nem látom. Jó. Oké. Na, még ilyet keresünk. Még ilyet. Non. I need kötél. Ott is van. Oké, okay. Jól van, itt is van. Oké. Okay. Na, még ott is van, nagyon jó. Ezeket ahogy meglátjuk, azonnal föl kell szedni. Hogy legyen? Jó. Viszont továbbra se találtam meg, hogy a fenébe kell ezt a Wood Foundation csinálni. Tehát ezt azért mondjuk erre rávezethetne akár ez a kedves játék. Komolyan eltévedek ezen a miniatűr szigeten. Tehát ez mi? Na, Wood Foundation, még egyszer. Ez nem a túlok között van. Nem. Shelter, fire pit, nem. Station, stb. Nem. Itt van egy csomó wood mindenféle, de wood foundation-t azt nem látok. Tehát nincs. Nem hiszem, hogy az consumable lenne, de... Consumable, bocsánat. Konzumábilis. Igen, nekem nagyon-nagyon sok ilyen történetet olvastam én is. Hát hogy a fenében csinálják Wood Foundation-t, hogyha nem ajánlja föl? Nomzi, szia! Nincs, ti se láttok, ugye? Mert én se látok Wood Foundation-t. Hát ez kellemetlen. C64-re volt ilyen játék. Viszont egy valamire kíváncsi vagyok, ha már egyszer. Ez kicsit életszerűtlen, hogy ezt nem tudom szétvagdalni. Na, várjál csak, még az jutott eszembe, hogy most, ha ez a kalapács nálam van,
és ennyi, kézbe kell venni, igenis kiúzom magam, kézbe kell venni a rohadt kalapácsot, és akkor felajánl egy csomó más dolgot is. Jó. 2, 3, 4 kell hozzá. Jó, és akkor lesz Wood Foundation, amit be fog rakni majd ide. Azt mondja, ja, ne, mindig rosszat nyomok meg, de akkor Wood Foundation. Tessék. És ütni kell, hogy megkonstruáljam. Nagyon jó. Sziget volt a játék címe. Lemaradt mondjuk, jó, hát én nem Commodore-os voltam, hanem az X Spectrum-os. Level up physical, jó, örülök. Na, hát ezt megcsináltuk. Örülök, borzalmasan jó nekem. Hogy állok kajával, piával? Szarul. Viszont tudok inni, és most megpróbálok enni egy ilyet, csak nem szabad túl sokat enni, és akkor nem fog befosni. Jó, hát... Ez Steam-es játék? Én Epic-en szereztem be, de egyébként meg ezen is van. Steam-en is van, azt megnéztem pont az imént. Jó, ezt hol is? Ezt itt akar... Nem, pont lerakni akartam. Na, miket lehet még csinálni viszont akkor Hammerral? Ez érdekel. És elfogyott a tutoriál közben csendben. Aha. Ezzel lehet különböző izéket csinálni. Jó, mentek. Szép. Jó, viszont, na most már engem kifejezetten érdekel az, hogy ezekben a mindenféle ilyen hajóroncsokban hogy tudok bemenni, tutira találok valamit bennük, csak nem tudtam az előbb beleúszni. És itt tök jó lenne bemenni, de nem tudok. Hogy fölkapaszkodni valahogy, fölugorni? Nem. És itt se tudok bemenni? Nem. Ingyen szereztem meg? Nem. Ez... nem emlékszem, hogy ezt annak idején, mikor Early Access volt, akkor megvettem-e, vagy valamilyen epikes, ilyen ingyenes játékban volt. Ez sajnos nem emlékszem. Hát, ebben nem fogok belemászni, úgy látszik, ebbe a hajóba, mert nem hagyja. Viszont vannak még mindenféle roncsok. Viszont oda kimegyek, akkor megeszik a cápa, mi? Mert ugye most akkor már el kéne kezdeni úgy túlélni, hogy ilyen mindenféle izé nélkül mindenféle segítség nélkül, ezek szerint. Ezt nem tudom így kiszedni. Ó, tudom, mit tudok viszont még esetleg enni. Ugye itt rohangáztak rákok. Azok nincsenek már meg. Itt az elején voltak rákok, most már nincsenek. Pedig több is volt, egy rákot ugye el tudtam kapni. És azóta nincsenek rákok. Pedig az sokat segítene. De nincs. Jó. Ez így annyira nem jó. Ha valamit kipróbálok, ha jön a cápa, akkor majd visítok. Ott egy teknős. Na jó, ez azt hiszem, hogy még nem, tehát itt még kevéssé maradok életben, ez nem annyira jó. Ott a cápa, menjünk innen. Menjünk innen nagyon-nagyon gyorsan. Szia, Mr. Lord Alex! Vannak amúgy csapdák. Ja. Na jó, akkor egyelőre ezt nem így fogjuk csinálni, mert...
Ezek eltűntek. Jó. Akkor először is mentsünk egyet. Igen, az már ráadásul spoiled, azt akkor majd nem kéne megenni. Fontos. Save. Jó. Hogy állunk a mindennel? Hát szarul. Jó. Legalább legyen innivalónk. Lehetséges, hogy azt kéne csinálni, hogy a csónakkal kimegyünk ilyen nagyobb roncsokhoz. Mert itt nagyon-nagyon kevés dolog van. Tehát most megpróbálom azt, hogy behúzom ezt ide. Egész egyszerűen elnézek vagy másik szigetekre, vagy ilyen nagyobb roncsokra. Így ném. Na, operáljá, azaz, jó. Jó étvágyat, Nordil. De ne arra mennyi. Ott egy rák, ott egy rák. La 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 la. És visszamegy a vízbe, de el fogjuk kapni. Hol a rákba vagy? Oké. Okay. Úgy. Figyelj, gyere ide, gyere ide. Ásd, bemegy hajó alá, megölöm. Ott van. De... Oh. És miért nem működik a kés a vízben? Hopsz, ez az. Megskinneljük. Ez az. Már sütöv is. Már sütöv is. Hol volt a másik? Másik rák. Jó, másik rák eltávozott. Ó, viszont ezt ne felejtsem el most akkor visszahúzni. De akkor most legalább tudok kajálni. Jó. Mondjuk az se baj, hogyha a Lifecraftot közelebb húzom ahhoz a helyhez, ahol egyébként elkezdtem ugye itt működni. Red Dead Redemption, persze ismerem, hogy ne ismerném. Mondjuk sosem, valahogy, valamiért az nem rántott be. Megsütjük a rákot, la 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 la. Így, né, atacsoljuk. Ez az, süljön az a rák, nagyon jó. Hogy a rákban-e? Jó, közben... Rakunk még ide. Így, mert aztán nem fog vizet szerezni a semmi. Nem drinkelni akarok, hanem fibrét hozzáadni. Ez az jó fibrét, így mondjuk ezt mi, így magyarul. Oké. Sok mindent csináltunk már, és még mindig nem tartunk sehol. Tehát van például egy tök felesleges Wooden Foundation, viszont ott tök közel van egy sziget. Az nekem így izgatja az én kis fantáziámat. Meg az is tök közel van ám. Tehát lehetséges, hogyha most nézzük meg, igen, kaja kevés van, pia az még viszonylag. Jó, ezt is idehozom, legyenek ezek egyben. Nagyon jó. Ficus cookies, ezzel nem tudok mit csinálni, mi? Nem. Hopp, ezt viszont mindig, amikor találok ezért kötélnek való bigyót, azt föl kell szedni, és végül is tulajdonképpen mehetek egy körutat addig, amíg sül a rákom. Hát, ha van még valahol kötélnövény. Jó, rák, hogy áll? Cooked, oké. Okay. Nagyon jó, akkor ezt meg extingváljuk. És... Gludj! Kérem szépen, hát sokat nem adott, de azért legalább valami. Na, a rendrakás azért legyen meg. Jön a szaridő?
Ó, jön a vihar, kérem szépen. Na, akkor most mi lesz, hogy jön a vihar? Hú, pedig milyen közel vannak azok a szigetek, de nem most kezdünk akkor a viharban elindulni. Viszont legalább vízünk lesz, ugye? Ó! És itt akkor sleepelni tudunk? Nem tudom, mert mennyi az idő. Ó! Tisztódó rendes ház, így van, BZ pedig bruhaház. És felruház a ruhaház. Jó, itt most ilyen viharban mi a fenét tudok csinálni? Semmit, mi? Az van, hogy addig ezeket a pálmákat azért kivagdalom, mert ezek, mintha ezeknek a helyén lennének utána ilyen kis pálma kezdemények, amikből lehet a ezért csinálni. Na, nem veszed föl? Ja, vagy ezt még le kell vágni, vagy most mi van? Hol a... Kicsit néha nehezen látni a dolgokat. Innivalótól gyűjteni. Igen, hát ha valamire jó, csak belém ne csapja a villám. Na, remélem, hogy a fejlesztők azt a kis retegséget nem csinálták meg, hogy ilyenkor ez kínálok a semmin, akkor belém vág a villám. Ez jó, mert ezt tudom vinni oda. Nincs nagyon barátságos idő. Igen, ez kell. Jó, ez szintén akkor ide. Úgy, elrakjuk, nagyon jó. Nem nagyon barátságos ez, nem. Woodlogot miért nem tudom megfogni? Az előbb, mintha megtudtam volna, de akkor... Most már meg tudom, csak ütlegelni kellett valamiért, na mindegy. De akkor végül is a másikat is el tudom hozni. Jó. Biztos kell majd ilyen építkezéshez, meg ilyesmihez. Na. Hú, de nagyon. Jó, a víz az gyűlik. Igazából kajából vagyok viszonylag szarul. Na, mit tudunk még esetleg alkotni ahhoz, hogy jó legyen nekünk? Fiber torchot, az nem, a crude spear, fishing spear. Na, olyat csináljunk viszont. És fire pit. Jó, csináljunk fishing spear-t. Ugyanis azzal valószínűleg tudunk halakat összeszedni, és az halatlanul jó lesz a mi étványunknak. Az idő 17-19, aludni meg nem tudunk, és valószínűleg ilyen időben orgászni, vagy ilyen halászni sem, hiszen semmit nem látunk a vízben. Nagyon örülök. Na, mit tudunk még csinálni? Kötelet. Kötelet mindig csináljunk. Bandázs, az most nem kell. Hát ez a kaja dolog, ez zavaró, és hogy most nem tudunk aludni sem. Még. Tudod, mit lehetne még csinálni? Rájöttem. Itt voltak ilyen túlbeltek, csináljunk ilyen túlbeltet, nagyon, és ezt kaptunk egy hotkeyt, nagyon jó. Akkor ezt szépen húzzuk be az egyes, de hogy húzzuk be az egyesbe? Jó, oké, most benne van az egyesben, nagyon jó. És akkor Tubelt Pouch 1, az még kell egy kötél. Fú, na most már akkor legalább rájöttem, hogy milyen irányba kéne tovább menni. Mennyi az idő? 18.01, vajon tudok aludni? Tudok aludni. Este 6-kor már tudok aludni. Nagyon jó.
Oké. És azt mondja, hogy éhes. Na hát akkor most viszont annyit fogunk csinálni, hogy itt van kaja a rough storage-ban, és egyet meg fogunk enni. Tökre nem kéne ezt fogyasztani, de most legalább akkor így nagyjából normálisan kezdik a napot. És elmegyünk halat bigyózni. Egy szardínia, kakidínia. Te kifogtunk egy kakidíniát. Igen. És azzal mit csinálunk? Ha váltunk ilyenre, hol lesz a kakidénia? Így rajta ezen. Aha, és leszettük. Jó. Na akkor ezt majd még párat meg megpróbálok összeszedni. Kakidénia. Jó. Jó, aha, így kell ezt csinálni. Nagyon jó. Úristen, micsoda hunter lettem. Micsoda hunter lettem. Gyerekek! Jó, és akkor nagy valószínűséggel, hogyha meggyújtjuk a tüzet, és nagyon jó, és rárakjuk a kakidéniát, vagy nem. Nem tudom rárakni a kakidíniát. Jaj! Jaj, there is a problem. Akkor csináljunk valami mást, amivel esetleg lehet. Nézzük meg, mi van még. Igen, nézzünk körbe egyrészt, hogy van-e kötélnek való. Van bizony. És már van quickslotom, hogy azonnal elő tudjam szedni a késemet. So very good. Very so good. Very so very good. De miért nem tudom a szardiniát rárakni a tűzre? Jó, egyébként sem szeretem a halat, tudom, borzalmas vagyok. De azért hát ugye desperate measures a desperate situations-ben. Túl és jó reggelt, szia Adam! Hát mert szar. Igen, valószínűleg ez járhatott a tervezők fejében is, hogy hát ha így hívják, akkor nem kéne megenni. De, na, várjál, hol van a hal? Itt van, tehát... Igen, értem. És mit tudok ezzel csinálni? Semmit. Jó, hát ez kellemetlen. Jó. Tudok egy kötelet csinálni, ez jó. Ó, várjál csak, és akkor tudok. Ez mi? Wood hook. Light hook. Nem tudom, de mindegy. Viszont csinálnék akkor még egy ilyen tool belt pouchot, és akkor van még egy hotkey-m, amihez oda fogom rakni ezt. Nagyon jó! Sőt, van egy harmadik hotkey-em is, amihez oda fogom rakni a kalapácsot. Subnautica. Igen, hát azt annak idején én szénnél játszottam, aztán most ugye egy kicsit pihentettem. Picit arra várok egyébként, hogy a készítők most mit fognak majd lépni. Na! Víz. Ígyunk. F. Oké. Akkor lehet, hogy most lehetne elnézni más szigetekre, vagy az még korai, koreai öröm. Mert közben egy csomó mindent lehetne csinálni. Ez mi? Rawhide. Olyat biztos nem fogunk itt találni. Töltőt már tudtál csinálni korai? Nem. Biztos azért nap elemes. Bird snare. Ezzel madarakat tudok fogságba ejteni?
Ahhoz kell három kötél, hogy fedjen meg. Ó, Istenem, ez a rohadt kötél. Ez kergett a sírba engem át. Ja, Istenem, ez a... Stenzen család. Igen, csak azt nézem, hogy... egyszerűen mindenhez kell kötél. És egyszerűen... nincsen... Tehát... valószínűleg tényleg azt kéne csinálni, hogy elmenni egy közeli szigetre és begyűjteni kötélnek valókat, viszont akkor azt csináljuk azt, hogy egy csomó mindent kidobálunk. Tehát egyrészt kidobáljuk például a halakat. Kidobáltuk. Aha, nem, skinnelni lehet a halakat. Jaj, de jó, hát akkor tudunk viszont enni. Oké. Szia, Rubik! Halászlé finom. Hát... én az a jó fejember vagyok, aki meghagyom a halászlevet mások. Viszont itt a lyukka. Na, azt viszont mindjárt megnézem. Aranyeső a lyukában című film. Na, akkor viszont ezt már tuti, hogy meg tudom sütni, főzni. Nagyon jó, és akkor most figyelj, small fish meat, úristen, jaj, ezt, bocsánat, ezt elcsesztem, véletlenül megettem, és lehánytam a tüzet, ahelyett, hogy odaraktam volna, na Istenem, még nem teljesen jól csinálom ezt a dolgot, oké. Okay. Szóval ki visszanőtt a lyukka, hol van, hol volt a lyukka, várjál. Az ott bent. Igen. Ó, hát ezt úgy kivágjuk, mint a szélvész. Ezt nagyon kivágjuk. Ja, és közben már lett gyors gombom, de ezt persze mindig elfelejtem. És most, tehát hogy most akkor keressük meg, hogy a sok zöldben a zöld hova esett le. Jó. Jó lenne, több lyukkám is lenne, de... és tudom, hogy van egy ilyen elültethető lyukka valamim, de azt nem lehet csak úgy elültetni, hanem az valami ízékkel olyan... oh, ne, itt volt még egy fibrously. Hopp, na, spottold valahol, mi? A zöldben a zöldet, hát gratulálok. Na, csináljunk kötelet, mert azt mindig csináljunk. A kötél az fontos. Jó, nézzük akkor, miket lehet csinálni. Börtön, ez három kötél kell, hogy nyüffedne meg. És ahhoz képest van egy. Azért ez úgy szar. Ja, lehet, hogy készen van a kajánk, viszont. Nem, még nincs. Jó. Várjál, ez a hang, ez azt jelenti, hogy igen. Nagyon jó, nyam, nyam, nyam. És akkor ez viszont a sima small fish meat, amit etetse ide. Jó, nagyon jó. Én mert azt mondom, hogy kedvóta nem lehet kártyába hiszen az edekában meg az altján. Miért? Ez a kártya az kinek? Az kit bánt? Ez de fura. Na most. Hogy tényleg akkor... jó, egész jól állunk ezzel a hal dologgal, ezzel egész jól lehet itt elmötyörkészni. Akarok én még tulajdonképpen halászni? Kakidénia... még kakidénia... szoftveres hiba. Oh, I see. Azt hittem, hogy ez most valami ilyen új, mit tudom, ilyen új divat, hogy akkor drága a kártya használat a cégeknek, és nem lehet, vagy mit tudom én. Na, hogy állunk ezzel? Az még nincs kész. Minden esetre, akkor a halakat, hol vannak a halak? Itt. Kicsit nehezen lehet néha megtalálni dolgokat. Skinneljünk halakat. Cooking megvan.
De nincs még meg. Itt ugye Ausztriában nincs Edeka. Szóval ilyen szinten nem zavar a dolog, de... Ah, ez a kling hang, ez az, amikor izé megsült a hal. Igen. Jó, és akkor rárakunk egy másikat. Atacs, nagyon jó, gyűjtjük szépen a finom husikát. De melyik a cooked? Hát itt volt egy cooked fish meetünk is. Ez hol van? Mert most ezt is smallnak írja. Richie Cross 0, szia! Most ez meg van főzve? Hát ez érdekes, na mindegy. Majd főzünk. Jó, Főzendorf. Na, a Birdsnellhez kell még ugye rohadtul izé. Kötél, mindenhez kötél kell. Vicca jobban van szerencsére, igen, köszönöm szépen, nagyon-nagyon-nagyon édes vagy. Hogy kérdezed, szerencsére tényleg jobban van már. Container shelf, wheelchair. Jó, ez most annyira nem kell. A fire pit az mivel tud többet, mint a sima fire? Meg a fire spit. Jó, csináljunk egy fire pitet, az még tulajdonképpen belefér. Tovább ég. Énekes is vagy? Hát főleg az. Főleg az vagyok, tisztelettel. Ez a yucca fruit, ezt kéne valahol elültetni. De hát nem, így nem lehet, tehát biztos kell csinálni neki valami. Ezért valami alapot. Na, ez viszont cooked. És ezt most megettük. Ezt pedig rárakjuk, óriási, nagyon jó. Nos, az idő 14-19, tulajdonképpen akár el is nézhetnénk a másik szigetre. Mert ott hát ha van. Hát a kötélnek tudunk állni. Melyik van közelebb, az vagy az? I need to cool down. Akkor nem most megyünk, hanem bemegyünk ide. Így. Remélem most coololunk. Bum bum, jégkrém? Az mi az? Tudsz amit érkelni? Akármit, hogy kicsit. Jaj, hát ez így most, tudod, ez amit a humoristának, amikor így azt mondják, mint egy temetésen. Te figyelj, tudnál mondani viccet? Régebben azt hiszem, azt kiszedtem egyébként azt az opciót, hogy ki lehet váltani csatorna pontért, hogy beszéljek énekelve. És például naptejedet. Igen. Hát most nem tudom kicsit mit kezdjek ma. Jó, még mindig megvan a beszéljek érekelve? Ó, francba! Pedig azt hittem, hogy azt kivehetem, és akkor nem kell égetnem magam az énekléssel. Én is egy kezdő énekes vagyok, és kíváncsi vagyok. Oké. Hát figyelj, most itt a... ülve egy nem énekre szánt mikrofon előtt egy kicsit így funny, de ja. Hidratáljak is, yes sir, és szia Skotter család. Egyébként, ha... igen, ez az. Altabolni akarok. Van egy ilyen új hely, amit most mindjárt beírok a chatbe. Ez egy fejlesztés alatt álló saját weboldal, és itt például lehet hallani egy csomó mindent tőlem, meg látni, meg minden, éneklésileg. Oké, ezt pedig most extinguálom. Jó. Oké. Szóval, nézzük, mit érdemes csinálni. Nincs, hogy melyik bumbum, miért krém sollertől rágunk, mivel úristen, nincs. Nekem az nincs meg. Na,
családbarát stream 5 percig. Eddig se zmegeltem, de akkor most főleg nem fogok. Jó, ez itt bekollektált egy kis vizet. Ezt alá kell támasztani némi pálmalevéllel. Mert akkor gyűjti igazán. Nagyon jó. Mennyi az idő? Az idő 15:56. Én elmegyek egy másik szigetre, mert nem fogom azt megvárni, hogy itt fél év alatt kinőjön egy-két szerencsétlen. Na, gyere erre, húzzad. Azaz, jó van. Én elmentem a szigetre gumirafta, de még kihúzom ide a vízre, hát meg őszülök. Jó! Oké, na és akkor pad le. Na melyik van közel? Most a másik nem is látszik. Jó, akkor oda megyünk. To operate. Hát operate. De miért púzik ez ilyenkor? Nagyon jó hangom van, köszönöm szépen. Tehát ez a hasonló gumiraktalja. Hát ez lehet, hogy így nagyon messze lesz. És jön az este. Mennyit mentünk el idáig? Á, nem. Ez nem érek át nappal. Viszont, várjál csak, támadt egy érdekes ötletem. Jó, ugyanis. Mi van akkor? Nem, de miért púzik ilyenkor? Jó. Nem ezt akartam, hanem az Anchor-t. Nem tudom még deployolni, nem baj. Tab. Van benne ladder. Fishing spear. És lashing! Nagyon jó. Na, de jó volt ide jönni. Bója ballok. Hát örülök. Ott nincs semmi. Jó, de valamit ki tudtunk bele szedni. Nagyon jó! Gyerekek, érdemes volt egy picit itt padlézni. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy a többi roncsot is érdemes lenne majd megnézni. Na, most én nem tudunk elszabadulni. Gyerekek, tessék hátra menni. Na, de ennek örülök most, ez egy jó. Na most ez viszont így nem annyira jó, hogy... Nem baj, kihúzom a... Nem púz! Fölrakja! Kicsit az irányítása fura ennek a játéknak néha. Jó, húzzuk ki a partra. Elmegyünk aludni. És holnap elmegyünk scavengelni. Jaj, hát ez... Teljesen pozitív élmény volt. Hol van az én lakásom, gyerekek? Hát eltűntünk. Jaj, de szomorú zene van itten. Jó. Shelter, egy save. És egy sleep. Jó. Bója is jó lesz majd? Oké. Csak azt nem tudtam fölvenni valamiért. De már most aludtam? És mennyi az idő? 4:59. Vízből kevés van, de tudunk inni.
RP-zni? Mi az, hogy RP-zni? Bocsánat, nem, néha nem vagyok tisztában az ilyen rövidítésekkel. És azt nézem, hogy mit szedtünk föl. Leather. Crafting refined tools. Nagyon jó. Ayugaplan. Breath boost. Oké. Okay. Roleplay. GTA 5. Hát GTA 5 az nálam... Az nálam sajnos... Tehát az hihetetlenül nem jött be. Na, tudok még aludni? Nem. Legyen már reggel. Nem csak GTA. Hát roleplay. Mi? Roleplay sok mindent jelenthet. Van annak olyan értelme is, hogy zegz. De... RPG játékokkal játszani szoktam természetesen. Most ez a kuk sötét az engem egy picit. Bár, tulajdonképpen fölgyújthatnánk itten a tüzet. Ja, a tüzet azt ezzel gyújtjuk fel. Oké, okay, Jó, és akkor ha már egyszer, akkor rakjunk rá egy ilyet, hogy legyen kaja is. Na most, ezeket a dolgokat pedig elrakjuk itt a többi mellé. Nem kell, hogy minden állandóan nálunk legyen. A kötél az jó, a kötelet szeretjük. A jugaplant azt szerintem egyelőre nem kell. Jól van. Na most, akkor viszont... Ó, várjál! Ho-ho-ho-ho-ho! Szia! Jaj, kötélgyártó cucc. Nagyon jó, ott is van kötélgyártásilag érdekelt növényke. Sapling. Saplingot szeretjük. Roleplay az a GTA 5, csak szervereken játszó szerepját. Hát az engem kevéssé mozgat meg, de hát ugye virágozzon minden virág. A sok egyéb roleplay az érdekesebb számomra, részemre. Tényleg valahogy a GTA 5 az anyanám. Menjek el akkor azért a bójáért? Azt föl tudom venni én valahogy? Vagy ez hogy van mostan? Közben azt nézem, hogy akkor már végignézem itt ezt a környéket is ezért. Ott is van kötélnövény. Én ezt így most elneveztem kötélnövénynek, mert ez bizonyára innentől kezdve egy ilyen hivatalos megnevezés lesz. Így fogják emlegetni a kódexekben. Nem volt hely a táskám, az lehet. Éppen ezért most kipakolunk mindent, ami létezik. És... Meg először csinálunk kötelet mindenből. Ó, és tudunk fire pitet csinálni. Azt le tudom rakni oda, nagyon jó. Az meg már megfőlte magát. Jó. Nagyon jó. Hát így teljesen, na kezdek úgy tűnni, mint akinek vannak dolgai, és értelmesen tud működni. Akkor viszont megpróbálok elmenni a bójákért. Nem tudok több húsit felrakni egyelőre, ahhoz kell valószínűleg az állványos megoldás. Ott egy rák is, de most aztán ki a rákot érdekel. Így, és akkor padlizunk. Padlizsán. De miért púzik mindig, mikor elkezdem használni? Ezt valaki árulja el nekem. Jó. Jó, padlit odahúkoljuk. És nem esünk bele a vízbe. Jó, oké. Okay. Nem tudom őket fölvenni. There's no limit. Meg kell őket esetleg vágni, vagy...
Hop, 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 aha! Figyeljé, hogy miket tudok! El kellett vágni hozzá a kötelet. És már itt is egy konténer. Figyelj, corrugated scrap. Ilyet tud. Oh, fuck yeah. Hopp, az kicsit elvitte a víz, de mindegy, ez most nem is annyira kell. Gyere ki, kihúzzuk. Jó van. Így húzzuk szépen, azaz. Na, el is engedtük, mindegy. Úgy, te jó leszel. Itten óriási, hihetetlen dolgokat raktunk mi itt össze, kérem szépen. Hogy belevágjam a kést, igyekszem. Jó, nincs hely az inventóriumban, éppen ezért például ezeket a dolgokat kivágom. Ez majd jó lesz egyszer valamire. Boyball scrap. Tehát ez alapvetően, ezt izének tartja ő. Ilyen szemétnek, de hát gondolom lehet bőle valamit csinálni. De nehezen tudom leszed, tehát egyszerűen nem tudok ráfókuszálni a... Tehát komolyan, miért nem tudom leszedni? Ez komolyan, nem... Látjátok? Ilyen nagy néha beadja, hogy ezt le tudom onnan szedni, aztán rögtön nem. A franc! Na, halló! Tessék már engedni, hogy leszedjem. Darabok, jó, igen. Nos, nem értem, hogy miért nem tudom leszedni a megfőtt nyavaját. Azért itt van szar. Halló! Ha megpróbálom megint meggyújtani, aztán akkor majd valami lesz. Hát most halok be. Jó. Most nézd meg. Hopp! És itt nyomkodom az E-t akkor hihetetlenül, és ez az, leszedtem. Nagyon jó. Most hogy állok kajával? Az viszonylag jól, de hát mindegy, azért akkor ezt most megesszük. Jó. Most már csak sima small fish meat-en van, ezt akkor még rárakjuk, iszunk. Óriási! Aztán a fire pit akkor nem működik, nem? Kicsit, igen, hát ilyen kicsit arrébb kellett nézni. No! Én tápos óram, hogy kéne mutatni, hogy szomjas végre még elfogyott a naptájam, ugye? Na, egyébként az van, mennyi az idő? 15. Jó, szerintem még egy ilyen fél órát, 3-4 órát játszunk, aztán utána azért el kell mennem gyorsan vásárolni, hogy hétvégére legyen ennivaló. És akkor jó lesz nekem. Na, viszont kivágunk ilyen pálmabigyót, egyszerűen azért, az hanyas, az a kettes, mert azzal kell megtáplálni a vízgyűjtőt. Őzik-e valamit a hétvégén? Valami lesz, de most ilyen, most rögtönözni fogok, mert semmi tervem nincs. Van itthon, mit tudom én, csirkemell, lehet, hogy ezt bepácolom, és akkor megsütöm, vagy valami ilyesmi, nem tudom még. Jó, akkor mi kell? Pálma frond, igen. Mert az már nincs alatta. Így, jól van. Na, és te? Semmi. Viszont, hogy lehet, hogy megcsináljuk ezt a fire spitet, akkor könnyebben hozzáférek majd.
először is hozzá tudok adni még ilyen videóban. És mi kell hozzá az a Fire Spithez? Még... Remélem, hogy tudom használni hozzá ezt a nyavet. Hopp, megint cooked. Hopp, meg volt az előbb. Igen. Jó. És extinguizáld. Jó. Ez most nem is kell nekem. Akkor tehát... Hopp, hopp, hopp. Gyere ide apuhoz. Ez az. Fibrózus. Akármik. Ausztriában is mennek-e fel az élelmiszerárak? Igen, igen. Nem annyira, mint Magyarországon, mert itt alapvetően azért ugye, hát hogy úgy mondjam, Magyarországhoz képest drágábbak voltak a dolgok, de hát ugye a fizetések is jobbak. És éppen ezért azért valamilyen szinten, mert láttam olyan mindenféle összeállításokat, hogy jaj, ezért Ausztriában mennyivel drágábbak a dolgok, hidratálják igenis. És persze van, ami drágább Magyarországon, vagy drágább Ausztriában, de hát igen, ez tény, a csirkefar, tehát konkrétan szerintem itt a csirkefar hát fogalmát, mint olyan nem ismerik. Tehát talán el tudok menni, hogy hívják okhoz olyan... Jaj, nincs az inventórióba hely. Akkor csináljunk gyorsan még ilyet. Jó, az nem kell. Na jó, pakoljunk ki. Na most. Ez az, tudok Fire Spit-et csinálni. Figyelj, azaz. És valószínűleg erre már könnyebben rá tudok rakni dolgokat. Úristen, micsoda haladás van itt, kérem. Valahol itt hagytam még dolgokat, amiket kivágtam. Igen, itt van. Például a rezet. Na! Oltárió. Nyugodtan már megfagytak és én... Hát figyelj, én is itt látod, azért döglök meg magamban. Értem én, de... Na jó. Hogy csináljuk ezt a dolgot? Igen, ezt mondjuk kirakjuk ide. És akkor itt volt a helye ezeknek. Azt is kirakjuk ide. Óriási. Na, hogy vagyok? Köszönöm jól. Inni lehet esetleg. Jó. Az mennyit ad hozzá ilyenkor? Jó, ígyunk még egyet. Biztos, hogy a képviselői osztály kevezőbb teljesen üres a hűtő, azt neki tudod csak elról. Igen, azon sírtam komolyan, hogy basszus, ezért, tehát, hogy képesek propagandára használni azt, hogy egy rohadt boltban tényleg konkrétan elromlik a hűtő, és azonnal írtak bele egy cikket, hogy Ausztriában ilyen voltak. Na, tudok ilyen birdsnert csinálni. Csinálok is. Kell hozzá egy kavics. Szerbusz kavics kell lesz nekem. És kell hozzá két ilyen bigyó. És már is tudok csinálni bird snare-t. Na most azt lehet, hogy érdemes itt csinálni, hiszen... igen, bird snare, tessék. Itt tudok csinálni bird snare-t. Tessék, craft and ship. Fölmentünk a levellel, óriási. Na most, igen, és ezzel mit tudok csinálni? Ha rászáll egy madár, akkor ezt így meghúzom, vagy what? Vagy csak arrébb megyek és várom, hogy rászálljon egy madár. Jó. Megnézem. A madarak dobálnak valamit a vízbe, meg így le. Az mi? Ja nem, ja, ez csak levél, semmi. Azt hittem a madarak dobálnak. Craftsmanship, oké, köszönjük szépen. Na, mi legyen a következő, amit csinálunk? Hobo stove. Tehát ahhoz kell barrel scrap is, és olyat nem találtunk. Smoker. Loom, oké, plank station, ezek már ilyen elég húzósak. Furnace. Clay, hát ilyeneket, hogy... Várjál, akkor lehet, hogy érdemes valami olyan szerszámot csinálni még. Bobber, az mi?
Mi a bobber? Ja, hogy hívják hoz a horgászbothoz csali, vagy úszó? Jó, hát az most egyelőre nem kell. Az őszintét megvalva. Ó, viszont ilyen refined eggs tudok csinálni. Crude hoe! Az a turva, kurva, bocsánat már. Na, a refined eggs az viszont tetszik, azt tudok csinálni, mert hogy ilyen bigyót szereztünk a hajóról, ilyet. Ja, de hogy akkor például miért nem pinnelem ki, igaz? És akkor kell még egy ilyen stone toolt csinálni egy darab izében, kavicsból, amit mindjárt találunk a valahol. Az azért itt csak lesz, itt-ott. Kavicsot szeretnék, jó napot kívánok! A BZ vagyok és a kavicsért jöttem. Ott van. Csodálatos, egyszerűen fantasztikus. És akkor most az van, hogy ebből csinálok egy... na, nem. Tehát ebből csinálok egy stone toolt. És ebből csinálok egy refined axe-et. Úristen, de jó. Na, és ez gondolom arra jó, hogy könnyebben és gyorsabban kivág dolgokat. Meg is tekintjük, hogy hogy lehet ezt hasnyálni. Vagy lehet olyan dolgokat is kivág, amit nem tudott volna eddig. Meglátjuk. Jó. Kavics a kígyó, Jézusom. Szörnyeket nevelt ez a csatorna. Aha, ez egy kicsit már kevés a hely nálam. Sápling, örülünk. Na, akkor ezeket szépen kirakjuk. Jó, wood logjaim is. Ja, ezeket is kirakjuk. Ja nem, wood logokat nem tudtunk meg fölvenni, ellenben ezzel szépen megtápoljuk a vízgyűjtőt. Csuda ez. Csudapest. Miért nem tudom fölvenni a... Mi eldobtam a izét a... Nem dobtam el, hát akkor miért? Ezt nem teljesen értem, de... Miért nem engedi fölvenni a... Vagy használni a baltámat? Mert, tehát most nem is mutatja, hogy nálam lenne. Ugye, kidobtam. Ja, itt van, de hülye vagyok, jó. Bézi. Na, ezt lenyomjuk, mert mindig, a kötél az mindig kell. Ja. Ezek kellenek, nagyon erőteljesen jó, meg ezek is kellenek. Ezekből építkezünk és szépítkezünk. Igen, eldobtam most, igen, közben észrevettem, hogy béna vagyok, csak hát a bénának levésnek az észrevevése az nálam nem gyors. Igen, figyelnem kell, hogy mit dobálok el. Jó, ezt pedig eldobáljuk mondjuk itt. Oké, na kezdünk egész jól berendezkedni. Hanem elbaltázt a baltáját. Így megy ez nálam. Jó, mit csinálhatunk még, aminek értelme van? Fire torch, jó, hát az éjszaka kell, de akkor inkább alunnák. Crude hoe. Ezt mondjuk nem biztos, hogy rossz, hogyha megcsinálom, mert ezzel lehet ültetni dolgokat. Akkor először is csináljak már
De nem tudok még, mert nincs annyim, de most biztos, hogy van még itt ott növényke, itt is van növényke például. Na, még kötél növényke. Valahol basic-ének. Ott van. Meg ott is van. Jaj, de jó! Nem is hajítóbalta. De hát, ha én egyszer annak akarom használni. Nem akartam, persze, csak meg kell magyarázni. Jó. Stop, itt van egy izé is. Kókusznusz. Kókusznyusz. Jó. Oksika. Akkor. Kötél. Kötél is fontos. Az nem kell. Viszont azt eldobálom. Mondjuk ide. Pitty. Vagy. És végül is drinkoljunk belőle, egyet lehet. Jó, a többit meg eldobáljuk ide, ahol vannak. Akkor a büdös nagy rendetlenség van azért itt a szigeten, hogy ez hihetetlen. 18 óra 2, de még nem kezdek el aludni, mert a sötétben ébredek föl, hanem inkább közben nézem, hogy mit is akartam én alkotni. Mert hogy megint nem pinneltem ki. Jó. Tehát kell megint egy stone tool és egy olyan bigyó. Tehát kéne igazából egy követ találnom, egy követ fújnom. De valahova gyűjtöttem köveket, de az már elmúlt. Még talán találok itt a kuk sötétben követ. Főleg, hogyha esetleg valamelyik követ. Itt is van. Köszönjük. Nagyon jó. És akkor kell még egy ilyen, nem woodlock, hanem woodstick. És akkor először is csinálunk egy stone toolt, ja várjál, valamit el kell dobálni. Ja, fenét dobáljunk már el. Már nem, ott még van pont egy hely. Akkor csináljunk egy stone toolt, ami teje, igaz? Igen. Oké, okay. És akkor a stone toolból csinálunk egy crude hoe-t. Óriási. És ezzel itt nem tudunk semmit csinálni. Sehol nem tudunk ezzel semmit csinálni. Az úgy, akkor tök jól csináltuk a crude hoe-t. Hát nem. Jó, akkor csináltunk tök feleslegesen egy szerszámot, de nem baj, ez majd egyszer kiderül, hogy mire jó, addig meg lerakjuk. Úgyné. Lehelyezzük, hogy állunk kajapiával egész jól. Nem tudok csak elkezdeni, nem hagyja nyomom a gombot, azt noting. De lehet majd megnézem, amikor így látok is valamit, hogy oké, okay, ez még nem most van, 4 óra 52. Miért ennyit? Várj, nézd! Hopi, hopi, hopi! Seagull, Steven Seagulls. Viszont gondolom, akkor ezt is el kell dobálni és megskinnelni. Hogy ebből husi legyen. És milyen? Hol? Hova lett? Halló? Ez... Most simán hozzáadta a small fish meatként. Ez érdekes. Na mindegy, majd a következőt napfényben fogjuk csinálni. Viszont az nem hülyeség esetleg, jó. Vagyunk, itt a sötétben.
Na, a fire-t azt meggyújtjuk. Egyrészt akkor látni fogunk egy kicsit. Másrészt pedig akkor megnézzük, hogy erre az állványra most már tényleg több húst is föl tudok-e rakni egyszerre. Aha, nem. Tehát, hogy akkor erre most így nem tudok, vagy ezzel most nem tudok sütni? Hát nagyon örülök. Akkor ehhez most csináltok még egy tüzet, hogy... Ah, anyám, na mindegy. Csinálok egy másik tüzet, hogy azon tudjak sütni, hát gyerekek. Ez mi a Wood Hook? Igen. Mi a Wood Hook? Aha. Mondanám, hogy facsipesz. Mondanám, hogy én ezt értem, de nem. És hiába mondja, hogy Q-rotate, azt így nem. Jó, hát akkor nem csináltunk ilyet. Gyerekek, na mindegy. Csináljunk akkor még egy tüzet. Oh my, ez 4 bigyó kell. Jó. 3, 4. Persze, hát annyi tüzet csinálunk, amennyit csak akarunk. Fel tudod rakni valahogy és akasztani ezt. Lehet. Ja igen, most ezt akkor meg kellene kindlingelni. Oké. Jó. Ok. Minden esetre az ott most nekem föl. Nagyon jó, ebből iszunk. Ezt rátesszük. Viszont, ha ez megfőtt, akkor lehet, hogy most meg kéne próbálnom elhúzni valamilyen. Tehát még gyűjtögetni valahol. Tehát körbe is nézek, hogy van-e még valahol olyan roncs, amit érdemes megnézni. Hát olyan roncs van, ami a víz alatt van. Na most ezt nem tudom, hogy mennyire érdemes. Meg fogok éjfulladni. Ja, várjál, viszont volt ez a virág, ami állítólag arra jó, hogy valami fajta ilyen csutora szerűséget írt, hogy tudok bele csinálni. És tessék, meglett a Small Seagull Meat-em. Tessék, ennyi. Jó. Akkor ezt nézzük meg, hogy... Hopp, megfőtt a bizbasz. Fish trap-em is van, kérlek szépen, legalábbis ott is lehet csinálni. Light hook. Aha, lehet, hogy ezt a húkot kell ráakasztani arra. Na jó, majd mindjárt megcsináljuk. Most először... Jó, ez még semmi. Tehát, mi kell a light hookhoz? A light hookhoz kell egy kötél természetesen, meg két... Ez meg van főzve. Egyed meg. Ezt is egyed meg. Óriási. Jól lakott oldás. Na, akkor ehhez a húkhoz persze most megint szerzünk kötelet. Komolyan mondom, hogy kötélgyárat fogok csinálni, hogyha egyszer gazdag leszek, és hajótöröttnek eladni kötelet. Sőt, tényleg várja, lehet, hogy az a lyukka valamit már megint... Nem, az még mindig ott szötyörög.
Hát, boys! Jó van, akkor velem lehet beszélni, mennyi van? 8.35. Én elmegyek csónakázni fél pénzem. Megnézem egyrészt azt a hajót, hogy ott egyébként le tudom-e például a csónakot hogy hülyákolni. Ja, bennem, mert ott cápa van. Akkor megpróbálok elmenni valami szigetre. Az vagy az? Az. Jó, pádli. Na, tessék, fölvenni a pádlit. Jó. De most te forogjál, mint a hülye gyerek, hanem... Jó. Nagyon bénán evezel, lányom. Na, elmegyünk arra a szigetre, bármi lesz is. Szia, csap-csap! Hát megnézzük, hogy lesz-e ott azon a szigeten valami jó, és visszaérek-e este előtt. De azért ez így nagyon lassúcska, ám. Nem baj, megyünk. Szépen, nyugodtan, ráérősen. Mennyi a time egyébként? 39, jó, még egy szűk fél óra, aztán akkor utána elmegyek vásárolni. Jó van, azért viszonylag gyorsan át lehet érni, ez nem rossz dolog. És ott is vannak roncsok. Mindenesetre, ami létezik kötélnek való ilyen bizbasz, azt föl kell venni, mert kötélnél nagyobb kincs az nincs. Meg hát, ha azokban roncsokban is van valami, amihez nem kell merülni. Merül a Monroe. Meg ott van egy nagyobb sziget is, ahol érdekes dolgok lehetnek. Mert ez azért olyan nagyon-nagyon nem nagy. Ellenberger kicsi. Húzzam ki, igen. Köszönöm. Komolyan mondom, rég csináltam ennyire hasznos ilyen kiváltható bizbaszt. Jó. Oké, ezt rakjuk vissza. Mennyi idő alatt jöttem át? 10-27, 2 óra alatt jövök át egy ilyen távolságot. Ezt jó tudni, és az ott az én szigetem. Na, kérem, Wood Container, hello! Ezt be tudom ide ejteni vajon? Oké. Filter part, torch, plank scrap és... Ó, oh, hát ez egy nagyon jó kis izé volt. Kindling, hát figyelj, ezt is belerakjuk. Igen, bele tudom rakni. Nem, mindegy, ezért még van helyem, szóval egyelőre jó vagyok. Kötél, gyerekek, nincs ennél fontosabb. Megint csak azt tudom mondani. Kókusz, az van. Te milyen állat vagy? Jó, veled nem szakodok, mert hogy ez kell. Jó, így. Mert lehet, hogy tudok rakni valamit a izének a tárolójába is. Craft storage-ba. Ott 3 dolog fér el. Hát az viszonylag gyenge. És vele, ha innen... Ez hogy nem teljesen értem ennek a... Várjál, na várjál. Wood container, igen, váltok erre, és akkor bele tudom ezt vajon rakni? Nem.
De legalább ennyi belefért. Aha, jó. Kicsit fura ez a rendszer, de kezdem fölfogni. Aha, ezeket már nem tudom belerakni. Oké, nem kell akkor tulajdonképpen. Na, ott még viszont van valami érdekes. Akkor már ilyet is fölveszünk, úgyis volt nálam. Jaj, ez fontoska, ez fontoska. Slügy. Csináljuk is bele rögtön a kötelet, azaz. De jó. Te is kiúsztad magad a parancsra? Hát ez teljesen kiváló így akkor. Ez ilyen közösségi parancs. Aha. És mi van itt? Semmi? Hát ez akkor annyira nem volt azért hasznos. Jó, ez is jöjjön ide, biztos, hogy nagyon hasznos lesz majd. Jó, ez a gyűjtögetős cucc, az alapvetően tetszik, az aloét pedig meg lehet enni. Ó, és a skinre is rá lehet rakni, és akkor a nap exposure az... Jó, nagyon jó, ez akkor jöjjön. Az a nagy állat az egy kicsit ott engem zavar, de... De hát... Mit tudunk tenni? Jó, és oda be tudunk menni? Mint ha az is ott valami doboz lenne. És csak konténer, lámpa, és nem tudjuk elrakni. Shitfuck. Ó, hát akkor viszont ezt is fölvesszük, és berakjuk a csónakba. És aztán akkor utána visszahaladunk a szigetünkre. Ó, nagyon menő lesz ez így. Vajon tudok... Tehát kíváncsi vagyok, hogy így vissza tudok-e menni, hogy ez mennyire cheat, de nem cheat, nagyon jó. Ó, de jó. Na hát akkor ezzel most így visszahaladunk és kipakolunk. Stop! Ja, az a szigetünk. Jó, oké. Okay. Megértem, hogy nem találom meg. Jó, pad le. És operálunk, púzás, igen. Jó, viszont... Még tökre be kell vinni a vízbe, mert itt még nagyon nem jó helyen vagyunk. Jó, most lesz jó. Oké. Stop. Furán, ügyesen megcsinálták egyébként azt, hogy... ha... Ne essék! Hogy anyád, nem baj, azt már visszavisszük. Legyen valami, amiért jöttünk. De miért arra evezel, te szerencsétlen, te? Ez teljesen hülye, ezt nem teljesen értem. Istenem. Szerintem ez rossz helyen van. Jó, hát ha így. Jaj, basszus, teljesen eltévedtem, de ott van, jó, oké. Oké, az egyáltalán nem akadtam meg a ládában, mert a sajnos mélyre esett. Tehát az eltűnt a vízben. Ki kéne találni valami jobb módszert arra, hogy dolgokat hozzunk.
látta, hogy hajókat mennyire lehet építeni ebben a játékban, de legalább egy ládával jók voltunk mána, az is valami. És igazából az a sziget érdekel, ami emellett a sziget mellett volt, és látszott, hogy ilyen jóval nagyobb dolgok vannak rajta. Lehet, hogy érdemes át is költözni. Tehát lehet, hogy hosszú távon annyira nem jó az, hogy azon a pici szigeten vagyok. Hát effektívebb, de most abból, ami ott a szigetemen volt, az olyan sok minden nem tudok összerakni egyelőre. De nem baj, ez alapvetően, és annak ellen, hogy egy ládát beejtettem a francba, azért nem alakul olyan nagyon-nagyon szarul. Viszont ajjaj, kezd csúnya szél lenni, nagyon remélem, hogy itt nem sodor el a vihar a francba, mielőtt hazaérek. Több is a íze most a felhő. Tehát azért nem olyan joyride. Ja, és azért megyek itt most lassabban, mert szembe jönnek a hullámok. In concreto. Jobb vagy rosszabb láda volt? Nem tudom. Ott a cápali és cápeti. Tehát itt most nem megyünk kiúszni. Annak az örülök, hogy cápali nem gondolja úgy, hogy megkóstolja a gumicsónakot, mert hát azért lássuk be, hogy viszonylag megtudná. És én meg tudnám szívni ettől. Na. Minden esetre ez jó kaland volt, ezt nagyon tetszett. Jó kaland, itt laknak a jókák például, innen származik Jókai Mór. Úristen. In the midnight hour he cries Jókai, Jókai Mór. Jó, szerintem innen most akkor így kigyűvünk. Ezt visszarakjuk. Hú, nem, mondom, atacs, igen. És akkor ezt meg kihúzzuk. Óriási. Csuda jó. Hopp, mindjárt ezt a ládát is kicsapom onnan. Jó, na minden esetre ezt akkor pikapoltuk. Kikapom a pikapom. És akkor ezt lerakom. Na ebben mi van? Ebben van a sok minden alkatrész, meg plank scrap. Jó, akkor ezt például, ja igen, nincs az inventóriánkban elég hely. Akkor például ezt ide kirakjuk erre. Ezt hogy sikerült mégis, Baby Bogyó? Tehát, hogy játék fizikájával néha vannak érdekes dolgok. Jó. Nem fölvenni akartam, baba. Jó, tab. Mert hogy például azt fogom csinálni, hogy ezt a ládát fogom akkor arra használni, hogy elmenjek begyűjteni dolgokat. Ezt megint érdekesen sikerült eldobni, de mindegy. Ahogy tartom, akkor tudok vele építeni. Ó! Na azt kipróbálom mindjárt. Ebből a nyavajából is volt valahol. Mindegy, ezt itt akkor lerakjuk. Ez megint hogy kerül ide? Köszönöm. Ez a láda, ez, de megint nem fölvenni akartam. Hülye. Tab. Jó, ezeket benne hagyom, mert torch. Useful thing in the dark. És vajon annak van... És nem merül le, vagy legalábbis nem látok izét. Jó, ez egy jó cucc, ezt megtartjuk. Jó, az aloe plantot azt szépen kirakjuk mondjuk ide. Mi van még nálam, ami nem kell? Kötelet nem rakjuk ki, no way.
Norway. Jó. Azt maradjon, mert abból majd csinálunk valamit. Külön van a tanágy felismerjék, nem az a ninja. Hát, vagy annak idején Lenin. Tehát Lenint annak idején is zárt vonattal szállították át Németországon, hogy ne tudjon gondot okozni. Jó, hogy állunk kajával, piával? Piával szarul, tehát iszunk. Jó, most hogy állunk? Mindjárt hogy állunk? Szia Sanchez megint. És akkor kajailag pedig megint van madarunk. Megint van madarunk, amit megkollektálunk. Szintet lépünk huntingban. Jó, ezt eldobáljuk, megskinneljük. Megfőzzük, megesszük. Fire-t meggyújtjuk. Igen, Holnap is lesz darunk. Ennyit akartam mondani, köszönöm. Jó, odaadacsoljuk, megvárjuk szépen, még lesz belőle finomság. Ja, és ide akartunk csinálni light hookot. Így, amihez itt van még valahol, nem log, hanem na jó, ehhez kell most ez. Oly, de csodálatos ez, woodstick. Van még woodstickünk? Ez nem az. Jó, akkor vágunk most ezen, nem olyan. Itt vágunk szépen woodsticket, jó. Ja igen, ezt akkor leoltjuk. Így, ficus cookies, woodstick. Woodstock, még Woodstock, nagyon jó. Ez mekkora egy ilyen szeméttároló most már itt, az hihetetlen. Jó, az még nem föllött meg. Oké, mit tegyünk le, mert megint nem lesz hely a kezünkben. Mindegy. Tehát light hook. Igen, és azt hova, hogy, miért? Mit akasztok én arra rá? Voltam már, hogy vissza saját fegyőn a fordítottalán és kiégtem, teljesen folyamatosan van. Tehát nem tudom, hogy ez a light hook mire jó, de akkor inkább most nem csinálok. Mit tudok még csinálni? Light hookot tudok, úgy csert, az nem érdekel. Good bow. Csináltam egy ilyet. Crude spare-t. Bármire is jó lesz az. De egyelőre lerakom ide. Jó. Ja, meg ebből is kettő van, és ez nem kell. Ezeket meg szépen kirakjuk ide a fákhoz. Csodálatos. Vegyem fel a hót, igazad van, de közben rájöttem, hogy először fölveszem a kaját, igen. Ezt meg extingválom, hogy distingváljak. És viszont most már akkor tolok egy alvást is, mert úgyse látok semmit, és akkor utána meg kell hózni. Hull a hó és hózik. Dolgokat új fejszével tovább tudom darabolni. Yeah! Na azt is kipróbálom mindjárt. Tudjak két húst rakni a szvétre, megnézem azt is. Na! Ó! Mit tudok? Aha, wood farming plotot csinálni, plank farming plotot. Oké, okay, tehát ilyen farming plotot tudok csinálni belőlük. Jó! Egy ilyen az nem biztos, hogy rossz. Egy ilyen farming plotty. Akkor ezt csináljuk meg, ide mondjuk. És akkor ide, itt volt nekünk egy ilyen valami növénykénk valahol. Ezt azért közben. Hol volt a mi növénykénk, amit itt elraktunk valahova?
hol volt a növénykénk? Valahova ide raktunk egy... Nem az aloe plantot. Nem is ezt. Hopp, ez az. Yucca fruit. Igen. És a yucca fruitot azt hiszem, hogy meg tudom itt... Ez az! Yes! És meg kell vizezni. Na most, hogy vizezem meg? Ez egy érdekes kérdés. Mirom alatt tele? Hogy össze-vissza bénázok, de legalább élvezem. No, viszont most, hogy ilyen szép reggel van, ledrinkelem itt magam szanaszéjjel, és vissza kéne menni megnézni azt a másik szigetet, ami a múltkori szigetünkön túl volt. Tehát... Várjál csak, viszont sok minden van nálunk, az nem jó még, akkor ezt kihúzzuk. A dolgok egy részét kipakoljuk a francba. Mondjuk ide a Wood Foundation-ra, az úgysem kell majd. Ezt tulajdonképpen most egyelőre kipakolhatjuk. Még a kötelet is kipakolhatjuk, hiszen ezt nem fogjuk használni. A hót is kirakom. Most ezt is kirakom, mert nem kell halásznunk majd. Sőt, ezt is kirakom, mert nem kell építkeznünk. Ezek azért maradjanak meg. Jó, és akkor most kirakjam ezeket is, és elvigyem a ládát. Azt kéne, mert akkor ugye a ládával, tehát a ládát tudom használni arra, hogy amit lootolok, azt elhozzam. Oké, okay, life raft, igen, azt oda berakjuk. Még arra jöttem rá, hogy innen a storage-ból is kiszedek mindent. És ezeket is kirakom ide valahova. És akkor lesz egy tonna helyem. Jó, ezt viszont megtartom. Ez mondjuk nem egy szar dolog, hogy ez van. Ezt viszont itt elejtjük, és ezt is elejtjük. Óriási. Na, és van helyem is, ládám is. Jó, plüf. Oké. Leszedjük a pádlét. És operáljuk. Hét napot szurviváltam, hát ez valami hihetetlen, kérem. Hihetetlen. Hogy lehet ennyit szurviválni? És akkor most rögtön a nagy sziget fele megyek, ami ott ködlik. Ködlik Júlia. Már ti már se tudjátok, ki volt az eredeti, akire hivatkozok, de mindegy. Jaj. Most csak úgy magamtól húztam ki magam. Tegyetek ti is így. Szóval az ott egy sokkal ígéretesebb és nagyobb szigetnek tűnik. Ez meg egy cápának, de mindegy. És a cápa rohadtul nem így úszik. Kedves fejlesztők, láttatok már cápát úszni? Mert azt nem így csinálja. Tehát ez tökre nem cápa, de mindegy. Attól még nem megyek le a víz alá megmondani neki, hogy te figyelj, ne így csináld, mert nem mit szoktad, mert megeszik. Kudlik, jól ideáltás, nem. Jó, hát na, hát van akinek azért. Most
Most egyébként, hogyha az egy ígéretesebb és nagyobb szigetnek tűnik, akkor lehetséges, hogy azt fogom csinálni, hogy majd áthozom a cuccaimat itt szépen lassan, és ott fogok nagyobbakat építkezni. De persze ez még az égvilágon mindentől függhet. Meg azt tényleg tök jó lenne tudni, hogy hogy lehet-e valami ennél gyorsabb hajót készíteni. Ó, ez egy másfajta cápa, ez egy ilyen spottolt állat. Egyébként amennyire tudom, és amennyire emlékszem, ez konkrétan a cet cápa, amelyik nem bánt, de azért ezt sem most fogom letesztelni, az, hogy beugrom és pacsizom vele egyet. Persze spottot észrevetted. Jó, hát beszélek itt hülyeségeket, ugye? Nos. Mi van, cica maci? Ide jöttél aludni? Jól van. És kukac. Primcike ide jött aludni. Na itt, az létezik, hogy az ami házféle? Vagy az is csak valami szikla? Nem a nagy, hanem ami mögötte van. A nagy szikla is, ami mögötte van. Na. Nem tartott rövid ideig, de itt vagyunk. Az is csak szikla, de itt másféle fák vannak. Tehát például jó kérdés, hogyha azokat kivagdaljuk, akkor abból mi lesz? Na, gyere ide ki! Az idő 11:21, viszont kevés a kajám. Ott is van ilyen nagy állat. Azt valószínűleg nem kéne nagyon vízbargálni, igaz? Na, ez jó dolog, ez kell. Sok-sok kötél lesz ebből. Ó, gyerekek, mennyi kötél. Nincs annyi kötél, amennyit ebből meg ne csinálni. Szerintem, hogy Bézé fázik. Igen, fa, így fázok. Csinálsz a székkel, te kis majommacska ott mellettem. Normális-e ön? Szeretném kérdezni tisztelettel. Pine sapling. Eltörtem a izémet a... Ez nem annyira jó viszont, hogy konkrétan eltört a késem. Csináljunk gyorsan. Azt hiszem, hogy ahhoz kell ilyen stone tool. És aztán ahhoz kell kötélfa meg olyan bigyó. Jó, azt akkor megoldjuk. Lesz-e neked kötélnek való szérszar, amit most szedtünk össze. Még kötél. Jó, és akkor csinálj kést. Jó. Jó. Na, de mit lehet itt még csinálni? Először is igen, még sok kötélnek valót összeszedni. Te mi vagy? Nem tudom. De nem lehet kivágni, mert nem fehéredsz be. Ott van egy fölborult hajó, de messze van-e? Hát nézzük meg! Az még talán pont cápamentesen megtalálható. Jó.
hopp, út, konténer, föl, vele, föl. Nagyon jó. Ezzel kihaladunk a partra. Szerintem ezzel elmegyek egészen a jézéig. Hol van a hajóm? Ott. Na. Pakoljuk le, nyissuk ki. Hát sok minden nincs, de valami jó lesz, vagy valamire jó lesz. Mindenesetre akkor ezt is helyezzük be a hajóba, csak de jó lenne, hogyha ez nem esne ki a hajóból. Hát... Aha, de ezt is tudom így rángatni. De ne állj fejre, te szerencsétlen! Jó, akkor így, nekem mindegy. Oké. Okay. Jó. Ó, még ott van egy hajó, ami érdekes lehet. Meg te mi vagy? Oké. Okay. Van spongya vagy, de hát most... Na, szevasz hajó! Ez az. És ott van a tetején egy láda, meg itt is van konténer. Fuel pump, az nagyon fontos, de most nem lehetne valami. Jó, hát ezek már el se férnek nálam. Hogy tudok ide fölmászni? Sehogy. Mindenesetre, aha. Ó, figyelj! Először is van egy kaja, ez nagyon, az fontos. Akkor ezt belerakjuk. Ezt is belerakjuk, nem, azt nem rakjuk bele. Jó, azt követ, azt most eldobjuk, bocsánat, felháborító. Nem fér bele minden a ládába, viszont ez nagyon jó lesz, ugyanis ezt most meg fogjuk táplálkozni. Kicsit ettől féltem, hogy jó, és akkor megragadjuk. Hát ez már szerintem rohadtul nem fog elférni a csónakon, de ne legyen igazam, persze. I need to cool down. Megyek be a vízbe, figyelj, mindjárt cool down lesz. Közben eleresztettem egy óvatos büfikét, de hát mit nekem? Konzerves tüleszi meg a reaction, az persze, hát... Ugyan már. És akkor most meg tudunk visszamenni a szigetünkre. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Picit meg tudom az alsókba átpakolni. Flare gun, air tank. Jó, és most ezeket berakom ide. Azt mondja, hogy... Ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg valószínűleg ez fog kevésbé kiesni innen. Nem pick up, te hülye, hanem... Nem! Mind össze-vissza csinálok mindent. Tehát ezt... Ezt kúzdod alá, igen. Jó. Hát most próbáljunk meg visszahaladni. Kíváncsi vagyok, hogy mindenki borul le a francban. És ugye arra van a másik, tehát akkor is arról jöttünk valahogy. Óvatosan, óvatosan, mint halóval. Mint halóval. Nem rángatjuk, nem rángatjuk. Nem pénisz. Oké. Okay. Húz. Jó, és akkor igen. Jó, és onnan jöttünk, akkor...
az volt az előző sziget, az lesz ott a miénk. Ajjaj, kicsit ezért viharosnak tűnik a minden. Hopp! Merül a monró, borul a láda, de a felső láda az, amiben talán kevesebb cucc van. Hopp! Az a láda be is borult, nem baj, mindent beraktunk az alsókba. És azt hiszem az a mi szigetünk. Legalábbis nagyon remélem. Ládát be tudod rakni. Na ezt meg kellett volna próbálni, de hát most már akkor evezek. Megint egy cápika. Ja, az volt a mi szigetünk, nagyon jó. Viszont ez annyira nem volt jó ez a sziget, hogy átköltözzünk. Lootolni jó volt. Mindenesetre azt hiszem, hogyha visszaértünk és kipakoltunk, akkor szerintem a mai streamet sikeresnek fogom nyilvánítani. Nyilván sikeresnek fogom ítani. De hülye. És aztán akkor elhaladok szépen vásárolni, hogy holnapra is legyen mit enni. Csodálatos. De biztos, hogy ez volt a miénk? Most már egy picit így aggódom, hogy jó helyre jövök-e. Ó, ez meg egy kalapácsfejű cápi. Mint hogyha ott nem lett volna ennyire kint is hajó, de... De ott vannak a cuccaim, jó van akkor, nincs gond, bézike, minden fasza, jó van. Oké, kihaladunk, visszarakjuk, húk, igen, ezt kihúzigáljuk a partira, de lehet, hogy nem ez volt a mi szigetünk. Nem ez volt a szigetünk, beszarok! Itt fogok ilyen dögleni. Oh my fucking fuck! Oh my fucking fuck! És nem tudok menteni sem, mert nincs semmim. Jaj, bézé, de béna, büdös nagy béna állat vagy, azt a mindenit, és nincs nálunk cucc, semek, semmi. Tehát onnan jöttünk, akkor valószínűleg egyel arrébb. Oh shit fuck. Nézzük meg, hogy tudunk-e sheltert csinálni mentéshez. Azt még akár lehet is, igen. Mert hogy ezért van, késünk van, azzal még tudunk kötélcuccot vágni, tudunk fát is vágni. És akkor gyorsan csinálunk sátériát. Jó. Ú, gyerekek, hát ezt elcsesztük. Jó. Nem tudom mi vagy, mindegy, valaminek neki mentem. Puff, oké, ez nem kivágható. Mi az, hogy egy fa nem kivágható? Nem áll. Jó.
De legalább akkor majd szépen körbenézünk ezeken a hajókon, ha fölébredtünk. Oké. Okay. Jó. Na, sápling, legyél már meg. Úgy, né. Hát itt is lesz egy izénk, egy főhadiszállásunk. Ezen nem újjon. Jó, és akkor mi kell még? Ja igen, pálmabigyó. Pálmabigyó kell még, ahhoz kivágunk egy pálmát. Palmalt. Ezzel, pif, paf, pöf, puf, pif, paf. Palm, 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 palm. Ez az. Jó, itt lesz innivalónk is majd reggelre. Oké, okay, tök jó. Akkor itt csinálunk egy ilyet. Seltéria, csodálatos. Jó, akkor itt csinálunk. Tolunk egy szévet, tolunk egy sleepet, és aztán szerintem én itt mentek is egy szép nagyot, és aztán akkor mára ennyi a stream. De a helyzet az, hogy én ezt annyira élveztem, annak ellenére is, hogy egy kicsit elbénázás történt a végén. De tulajdonképpen egész jóra csinálták ezt a játékot ahhoz képest, amit annak idején láttam belőle. Hát ezt tudja az Early Access, hogy ugye folyamatosan egyre több funkciót adnak bele, meg rendbe rakják, ami annyira nem oké. Na, hát konkrétan szinte senki nem streamel az ismerősök közül. Tehát akkor most megnézem, hogy teljesen szimplán csak úgy random rákeresek live channelekre, és megnézzük, hogy valakire ráfér-e egy jó, hogy hívják, egy jó raid. De ha esetleg tudtok valakit, ahova menjünk. Figyelj, jó, tudom, hogy nem ránk fog férni a dolog, de Avid, aki 573-an nézik, tehát nem a mi 40x-ünk van rajta, de Avid szintén Stranded Deep-el játszik. Szóval akkor menjünk oda, és akkor ő valószínűleg kicsit előrébb tart már nálunk, és akkor Raid, Avid is pod. És akkor meglátjuk, hogy ő mit csinál. Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és vagy velem, vagy együtt, itt voltunk, mink. És holnap este akkor találkozunk a beszélgetős streamen, addig pedig legyen nagyon jó hétvégétek, és köszi mindent, és metál.